Forráskafé, hogy jól induljon a nap. Akik a vidám ébredést garantálják, Fenyvesi Zoltán és I.S. Roland. Vidám reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra után 3 perccel, a hét utolsó munkanapja van, péntek, úgyhogy örüljünk, ráadásul ma már jobb idő is lesz, mint tegnap. Igazán nem nehéz. Hello, Zoli. Jó reggelt, nagyon szeretném, hogyha mondjuk 10 óra előtt pár perccel is ugyanekkora lendület lenne benned, de akkor segítünk kávival, hogyha elfogyna. Tele van mamákkal az ég, képzeld el. Most olvasom, hogy ez mamákkal? Mamákkal, mert hogy ez egy latin szóból ered, kérlek szépen. A mamma egyébként melleket jelent, és tele van mellekkel az ég, legalábbis tegnap tele volt. Egy olyan jelenség volt sok helyen egyébként az országban, így a nagy havazásoknak, meg az esőzéseknek köszönhetően, hogy az ég alján, a felhők alján ilyen kis gömböcskéket láthatsz. Egyébként nagyon szép jelenségről van szó, mamátusznak hívják ezt a felhő jelenséget, és csomó helyen tegnap ez alakult ki. Úgyhogy tele van mamákkal az ég. Ez egy nagyon szép látvány, de ha ilyet látsz, akkor biztos, hogy esni fog az eső. Na jó van, ezt most akkor így ma is tanultunk valamit. Ismeretterjesztő rovat. Na, figyelj, én említettem neked már hajnalban, mert ugye hát műsor előtt még hajnal van, tehát egy reggel az 6-tól indul kb. Hogy hát azért sporttal egy picit foglalkozzunk reggel. Hát van egyrészt egy tragikus hír, ugye elhunyt Kis Antal, aki Tatabánya díszpolgár, olimpiai ezüstérmes gyalogló, és én nagyon-nagyon sok interjút készítettem Anti bácsival, nagyon sokat találkoztunk az elmúlt 10 évben, úgyhogy ez nyilván megrendített, de nem csak engem, hanem szerintem az egész várost, meg nagyjából az egész országnak a sport életét. Úgyhogy láttam, több helyen is kiposztolták egyébként, és több helyen is megemlékeztek róla, igen. Egy fantasztikus ember és egy fantasztikus sportember is volt egyben, és ezt így tényleg fájó múlt időben kimondani. Viszont jutott tegnap estére egy pozitív hír is, ami ugye a sportvilágát illeti. Az pedig az, hogy Kun Anna lesz ott Madridban az olimpiai pót kvalifikációs versenyen. Tegnap estében nyúlóan ülésezett a Magyar Vívó Szövetség elnöksége, úgyhogy ezúton is gratulálunk Annának, és nagyon-nagyon-nagyon szorítunk neked, kedves Anna, április 24-25, ugye Madrid, itt egyébként már a jelölés is egy hatalmas nagy elismerés, ezt azért tegyük gyorsan hozzá, hogy Szász Kovács Emesét sikerült tetére megelőzni, aki egyébként a regnáló olimpiai bajnok. Igen. Szóval azért az úgy nem semmi. Én ezt tudtam egyébként már, hogy őt jelöli a Kovács Iván, a szövetség kapitány egy-két hete. De csak hogy ez nem volt még hivatalos, tehát ilyen az elnökségnek kell döntenie. Itt taglaltuk, amikor itt volt nálunk, akkor pont ezt taglaltuk, így hosszasan fejtegettük, hogy akkor most mi lesz, nem lesz. Ő nagyon szerényen fogalmazott, nyilván mi megelőlegeztük, hogy hát ha így alakul, és nagyon szeretnénk, hogyha így alakulna, de akkor örülünk ennek a hírnek, hogy akkor tényleg így is alakul, és akkor megy, ugye, mit mondtál, április 24-25, ugye akkor lesz Madridban, akkor ez a... Igen, hát két hét múlva, tehát két hét múlva hétvége. Mm. És mondjuk azt így nem tudom fejből, hogy milyen eredményt kellene elérnie Annának, hogy tényleg kijusson az olimpiára, de nagyon szurkolunk neki, hogy ez sikerüljön. Ja, követjük az eseményeket, aztán, hogyha bárhogy alakul, akkor nyilván ezt mondani fogjuk, meg akkor megpróbáljuk őt is elcsípni a tapasztalatokkal kapcsolatban. Szurkolunk valóban. Hát tényleg péntek van, úgyhogy szeretem ezeket a rövidre sikerült heteket, mert hogy ez is ilyen 4 napos hétre sikerült. Ebből szerintem van idén egy jó pár, nem? Mert hogy egyre több ilyen nap van. Mert hogy nemrégiben került be, ugye még a nagy péntek, és pár évvel ezelőtt került be a nagy péntek, úgyhogy piros napos ünnep legyen, és akkor ennek köszönhetően egy teljes hosszú 4 napos hétvégét ünneplünk. Mondjuk most szerintem egy ideig nem lesz, mert ugye május 1-e azt hiszem, hogy talán pont szombatra esik, úgyhogy nem is tudom, hogy mikor lesz a következő 4 napos munkahét, de ha tudsz, akkor gyorsan keres rá, én nem is tudom, hogy pünköst környékén. Esetre körül lesz május 1-e, az valóban szombat, úgyhogy az biztos, hogy ki fog esni. Aztán nem is tudom, hogy augusztus 20 az idén milyen napra esik, meg majd ugye ott október magasságában lehet még ilyennel találkozni, de egyébként hozzá tudnánk szokni. Na, ugye itt beszélgettünk már korábban is a 4 napos munkahétről, ugye ott akkor kihangsúlyozták sokan, nem csak mi, hanem hallgatók is, hogy azért ez tudna működni, hát különösen, hogyha egyébként ez társulna egy ugyanakkora fizetéssel, mint ami az 5 napos munkahétre jár. Ugye ezért lehet elviselni valóban. A következő május 24-én lesz, kérlek szépen, mert hogy ez egy hétfői nap, és ez pünkösd, tehát akkor egy 3 napos hétvége lesz. Aztán hát igen, lesz egy nagy gap, mert hogy augusztus 20-án lesz az azt követő, az meg egy pénteki nap, és akkor ott is lesz egy pihenőnapunk, és akkor az is 3 napos hétvége lesz, aztán október 23 szombatra esik, tehát ott megint egy jó nagy kihagyás, és akkor minden szentek november 1-én hétfőn. De akkor várj, akkor 4, tehát olyan hosszú hétvégén nem lesz, mint most húsvétnál. Nem, ami hátra van, az mind 3 napos, és akkor még ugye az év végén fog alakulni, majd még úgy december 20-on, hát ugye akkor már szentestét fogjuk ledolgozni, sok helyen akkor ilyenkor átteszik, és akkor van előtte mondjuk egy szombati munkanap. Szóval így fog alakulni az évünk, de
egyébként már az elején belehúztunk, mert volt egy csomó pihenőnap, úgyhogy remélem, hogy mindenki kihasználta. Mondjuk ilyen időben nem volt nagyon lehetőség, de úgy tűnik, hogy most már azért elkezdődik valami folyamat, sőt már a mai napra azt írja, kérlek szépen, hogy nagyon barátságos idő van. Azt néztem, hogy hát lesz egy kis difi, mert most mínusz 8 és 0 fok között indult, én mínusz 5-öt mértem egyébként az úton idefelé, és napközben pedig 10 és 17 fok között lesz, mert számolt ki a kettő között a különbséget, meghalsz, tehát így véged van. Igen, én láttam egyébként, hogy így még befagyva a kocsik, szélvédők, mindenhol. Mindenhol voltak ilyen történetek. Én mínusz 1-et mértem csak, de hát mondjuk én lehet, hogy 10 perccel később indultam, vagy hát nem lehet, tudom. Meg te ilyen izébe laksz, ilyen különleges szárliget, az egy kis mikroklíma, mindig hűvösebb van, mindig ezt tudjuk. Kapargálással indult a napunkja. Ja. Na hát eláruljuk nem sokára azt is, hogy mi mindennel foglalkozunk ma, aztán a hét hallgatója sorsolás is lesz, úgyhogy továbbra is jöhetnek az üzenetek, ezt ugye ne feledjétek, hogyha esetleg tényleg még ma lehet, ha havat nem lehet nekünk küldözgetni, havastájat, de mondjuk ilyen lefagyott szélvédőket ilyen. Azokat igen, vagy szelfiket, mindennek örülünk, csak küldjétek el, erre leginkább a Viberre nem van lehetőség, 0620 97 8 97 85. Természetesen SMS-ben is él ez az elérhetőségünk, illetve hívjatok minket bátran, 0634 310 021, ez a telefonszámunk. Kezd vidáman a napot! Ez a Café, a Forrás Rádió ébresztő műsora. Pontosan 6:30 van, és így tegnap a havazás kapcsán emlegettem, hogy megnézem a reszkesetek betörőket. Na hát nem néztem meg, de belefutottam egy cikkbe, ami a reszkesetek betörőknek az érdekességeit gyűjtötte össze, amikre biztos, hogy nem figyeltél fel, és akkor ugye ilyenek vannak, hogy például a második részben Fuller azt a jacket viseli, amit Kevin az első részben. Hoppán, akinek ez szemet szúrt, az tényleg. Még egy olyan, hallott, hát nem tudom, hányszor láttam a filmet, de még egyszer se jutott eszembe. Az első részben van egy jelenet, amikor majdnem elütik Kevint furgonnal. Az megvan? Amikor nagyon sétált. Nagyjából. Mindegy, én szerintem többször láttam a filmet, gyanítom, mint te. Igen, ezt megkockáztatnám. Azonban azt írják, hogy visszafele vették fel a jelenetet, és hogy ez jól látszik is, egyrészt Kevin mozgásából, illetve abból, hogy a kipufogóból áradó füst visszafelé száll. Na esküszöm, most már ezt a jelenetet biztos, hogy megnézem. Micsoda, micsoda misztériumok! Édes Istenem, hát között üveges tekintettel nézek egyébként. Jók ezek, amikor így kiszúrják a filmekben ezeket az apró jeleneteket, meg a hibákat, a bakikat, imádtam. A Matrixban is összeszedtek egy jó nagy csokrot. Én egyébként abban jobban otthon vagyok, mint a reszkesetek betörőkben, és a Matrixban is vannak olyan jelenetek, amikor például a főnökkel való beszélgetése után az irodaházban megkeresik Neót, és akkor kimászik az erkélyen, a párkányon, és akkor a nagy szél miatt kicsit megfújja őt, és eldobja a telefont, és ahogy zuhan a telefon lefelé, így rá zoomolnak ugye kamerával. És azt lehet látni, hogy szembeforgalommal mennek ott az autók, tehát a nyillal szemben. Nagyon béna. Tehát, hogy ilyen apró dolgok, tudod, mert ki szokták szúrni ezeket, hogy a régi filmekben, bármint olyan filmekben, ami régi korokat idéz, ott van rajta a karóra, vagy mondjuk rajta felejtettek egy fülbevalót, meg ilyen bénaságok, tudod, de simán benne van. A Trójában, amikor elszáll föl egy repülőgép. Ja, igen, hát te szálljon fölötte egy repülőgép, mert hogy akkor még nem voltak ilyenek. Jó, imádom egyébként, amikor valaki ki tudja szúrni, ilyen éles szeműek, na hát, ja. De azért vannak még olyan éles szeműek, mint például te vagy, akik olyan cikkeket szúrnak ki. De megtalálnak téged ezek a cikkek. Nagyon jó. Az igen, egy... nem én keresem, nem én választottam a gangster életet, a gangster élet választott engem. Téged, ezek a cikkek választanak téged. Hát ugye arról szól, leginkább a cikke az, ami érdekes, egyébként maga a cikk egyáltalán nem, mert hogy ilyen fejléccel jelent meg, hogy az egyik bevásárló központ, hát egy ilyen ruhabolt gyakorlatilag, ami olcsó ruhákat árusít, orgazmus közeli állapotot okoz a vásárlóinak. Mit csinálsz? Rákattintasz. Nyilván, mert hogy ez a clickbaitnek a lényege, ugye? Hogy akkor rákattints el. Aztán végül arról szólt, hogy egyébként megnyitott a ruhaüzlet, ennyi. És hogy mennyire várták, és hogy többek szerint ez egy orgazmushoz volt hasonló, mert annyira várták már, hogy vásároljanak. Annyi, hogy ott nem csak ruhát lehet kapni, hanem ott ilyen minden, ez egy mindenes bót. Ez mindenes. Mindent lehet kapni. Mindenes. Az olcsó műanyag edénytől kezdve az olcsó babar, minden olcsó, de elvileg jó minőségű. Ja, egyébként lehet jó cuccokat vásárolni, hogyha így kifogsz egy-kettőt. De mindegy, valahogy nincs ingerenciám se az általa okozott orgazmushoz, mert az olyan orgazmushoz egyáltalán nincsen semmi ingerencia. De egyébként képzeld el, hogy ez teljesen érdektelen információkat, hogy el lehet adni ezekkel a szalagcímekkel. Gondolj bele, Roland bűnbe esett. Megtudta a család. I. Roland, zárójel a 35. Még csak 34. Elcsábult. Ránézett a kakaós csigára, megette mind, a gyerek pedig sírva fakadt, mert nem kapott belőle.
Hát most mondanám egyébként, hogy irreális a szituáció, de annyira nem. Fél, belőled indultam ki. Belőled indultam ki, Roland, ez teljesen ez a pálya. Jó, ez a pálya. Ez a pálya. Ja, jön. Hát egyébként ez még lehet is, ez még valós szitu is lehet. Jó, hát igen, és várj egy, mi várható még egyébként ma, mert hogy a svéd bútor volt mannyit. Az mannyit? Az mannyit. Megvárta a pénteket. Emlékszem, amikor a svéd bútor volt, olyan megoldást hozott, hogy így föl kellett címkéznie ugye a bejárat előtti részt. És akkor a címkék az nagyjából ilyen 1,5-2 méterre voltak, és biztos láttad te is ezt a beszámolót, hogy hosszú kígyókban, végig, de tudod, így föl volt csavarodva, tehát fölment, visszajött, fölment, visszajött. Én ezt nem láttam, visszajött. Én ezt átéltem. Ott voltál. Hát volt egy nap, mikor föl kellett menni. Kellett, kényszeri, külső hatásra kényszerítettem. Muszáj, hát nem mondhatnál nevet. Feleségem volt, igen. Mondhatsz ilyenkor nevet, úgyhogy ha végig kell állnod, akkor végig kell állnod, kész. Igen. Igen. De ez az kemény kihívás. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy mai nap lesz-e ekkora megőrülés ott fönt, abban a bútorüzletben. Hát én nem mondom, hogy menjenek oda, aztán fotózzák, ne menjenek oda. Hogyha nem muszáj, senki nem menjen, hát, baromság. Az egyébként sima napon is gyötrelem. Tehát, hogy de ezt már mondtam neked, én egyszer mentem a karácsony előtti utolsó hétvégén, mert akkor kell menni, így és gratulálok. Szóval, hogy hallod, hát ott mellette van ugye egy hatalmas nagy sportbolt. Na. Annak a túl végén, még az után tudtam leparkolni. Édes jó Istenem. Na, hát és annyi séta kell, figyelj, amúgy hétköznapokban nem teszel, úgyhogy legalább annyi séta kellett a kis testednek. Na, hogy már azt a részt végiganyáztam, amíg kocsival a bútorbóltól addig a parkolóig eljutottunk. Vannak egyébként, ilyen trükkök tényleg, amivel az ember csimára veszik arra, hogy elmenjenek vásárolni, és orgazmus közeli állapotot tudjanak okozni a kedves vásárlóknak. Az egyik ilyen trükk egyébként a 99-re végződő árak, de ez csak egy a sok közül. Ma a trükkökről biztos, hogy szót fogunk ejteni, a vásárlási trükkökről, illetve kicsit mögéje is nézünk ennek a dolognak, hogy egyáltalán milyen psziché hajtja, tehát mi zajlik ilyenkor a kis testedben, meg az agyadban, miért vágysz arra, hogy mindenképpen pénzt adj ki a kezedből. Többek között ez is szóba kerül majd. És erről egy szakembert is megkérdezünk, úgyhogy ma bizony a vásárlás pszichológiáját alaposan körbejárjuk, és a trükköket, amikkel megpróbálnak minket vásárlásra ingerelni, úgyhogy egészen bátran, aki szereti a shoppingolást, az mindenképp tartson velünk. 4 perccel járunk, fél hét előtt egy jó kis halott pénz sláger után pedig köszöntjük az Erhardokat, vagy Erhardokat, nem is tudom, hogy A-val vagy A-val mondják-e, így mondjuk mifelénk, férfi név, nyilván germán eredetű, szerintem ez is elég egyértelmű. Becsület és erős merész, ezt jelenti maga a név. Ugorjunk vissza az időbe egy kicsit, jó? Vagy sokat mondjuk, 1860-ba, mert hogy éppen a napon sikerült rögzítenie egy embernek, egy francia népdalt, megpróbálom kimondani a nevét, Edouard Leon Scott de Martinville. Fonoautográfiával rögzítette kérlek szépen ezt a francia népdalt. Egyébként nem ez volt a célja, tehát hogy amikor megépítette ezt a szerkezetet, akkor nem arra számított, hogy mondjuk ezt így ilyen formában rögzíti, hanem hogy segít a beszédet irattá formálni, vagy fordítva esetleg. Szóval, hogy a tevékenységét, a gyorsíróknak a tevékenységét szerette volna egy kicsit forradalmasítani, meg megkönnyíteni. Aztán így maradt, és akkor ebből pedig későbbiekben a fejlesztések során gondolom lett a számtalan ilyen fonográf. Viktor Vázarelli ezen a napon született 1906-ban, ugye magyar-francia festő és szobrász, Vásárhelyi Győző néven született egyébként Pécsen. Őt tekinthetjük az optikai festészet, vagy az op-art legjelentősebb képviselőjének. Jean-Paul Belmondo, mekkora színész, ő is a napon született 1933-ban, francia filmszínész, producer. Bébelnek szokták őt emlegetni, ez az ő becenev, és az 50-es évek óta filmez folyamatosan, és mindig is ragaszkodott ahhoz egyébként, hogy kaszkadőr nélkül személyesen hajtsa végre a legveszélyesebb akciókat is. Aztán a 80-as években pedig jelentős sikereket alakított, vagy alkotott, aratott a színpadon is, tehát nem csak a filmekben lehetett őt látni. Szintén ma ünnepli születésnapját Jacques Villeneuve, aki 1971-es születésű, úgyhogy szép kerek évfordulóhoz érkezett. 50 éves lett Jacques Villeneuve, atya úristen, hát mindenki öregszik. Na, ugye francia származású kanadai autóversenyző, 1997-ben pedig világbajnoki címet szerzett a Forma 1-ben. Édesapja szintén egy neves autóversenyző, Gilles Villeneuve, a montréali versenypálya az ő nevét viseli mind a mai napig. Április 9-et van, tehát egész nap ez lesz.
lesz, úgyhogy tényleg mindenkinek nagyon nagy pacsi, főleg az Erhardoknak. 0620 97 8 95, ne felejtsétek, ha van közlekedési info, akkor ezt SMS-ben például ide tudjátok elküldeni, ez nagy segítség egyébként mindenkinek, aki úton van. Körbenézzünk majd egyébként, hogy mi a helyzet az utakon, természetesen, és akkor írjatok bátran, ne feledjétek, hogy ma ráadásul azok között, akik hozzászólnak a témához, vagy üzennek, egy pizzát is kisorsolunk majd. Forráskafé. Jó kedvre hangol. Fél hét után 6 perccel vagyunk, és szükségesnek tartom, hogy a hallgatóknál bemártsalak téged, Roland. Mindenkinek van egy olyan ismerőse, akiről az üt eszébe, hogy valami ultra nagy baromsággal fog téged betámadni, vagy elküldeni messengeren mindenféle hülye cikket. Na hát ez történik, amikor megjelenik az én messengeremben így és Rolandnak neve. Tehát te vagy az az ismerős. Ez így szokott lenni egyébként. Minden, így van. Mindenféle szemetet össze tud szedni az internetről, tehát ebben neked nagyon különleges képességed van. És akkor rólad, hogyha ilyen cikkek jutnak el hozzám, akkor mindig eszembe jut, hogy te imádod az ilyen Z-kategóriás filmeket is, és hogy annyira pusztító baromságokat tudsz megnézni, és rájöttem igazából, hogy ez a lételemed azért, mert hogy vannak, léteznek olyan emberek, akik imádják a pusztítóan rossz dolgokat. Egyébként igen, de a Hédi is ilyen. Most akkor én bemártom őt, mert hogy ő a másik ilyen trash film rajongó itt a stábban, úgyhogy amikor így minket összeeresztenek, nem is kell, mert jóban vagyunk, összeeresztjük mi magunkat, akkor néha felvetődnek ilyen. És esküszöm, ezekről fogunk beszélni, tehát ezt már ugye korábban itt mi elhatároztuk, hogy fogunk egy ilyen Z-kategóriás filmes napot csinálni. A jövő héten egyébként akár össze is hozhatjuk valamikor, mert hogy annyi ilyen film van. Soha, rengeteg. És én akkor elgondolkozom tényleg, hogy ezeknek bár van költségvetése, hogy nem buknak bele, mert hogy nyilván ebből mozi siker, kassza siker nem lesz, nem is annak szánják egyébként, de valamiért mégiscsak életben tartják őket az emberek. És állítólag nagyon szeretik ezek az emberek maga a kielégülés, az, hogy a retinájukat egy ilyen izgatja, ami egy világnagy baromság. Egyébként kicsit teszteltem én is magam ezzel kapcsolatban az egyik nap. Én kapcsolgatom a tévét, néha szoktunk ilyet, tudom, amikor semmit nem akarsz gondolkozni, csak bekapcsolni a tévét, és ezt a 49.692 csatornát végig zongorázni, föl se fogod egyébként, hogy miről van szó. És akkor véletlenül megállsz mondjuk a valamelyik sláger csatornán, tudod. Júj, az merész egyébként. Mennyire? Tudod, és így először azért maradott a kezed, és nem nyomott tovább, mert hogy annyira lesokkol az élmény, hogy miket és kiket látszott énekelni, és hogyan látod őket énekelni, hogy utána pedig már csak egy kíváncsiságból is, csak azért is ott maradsz, és utána pedig már, amikor eltelt 5 perc, akkor csak azért, hogy szivasd magad, és hogy meddig bírod. Tehát egy ilyen tesztüzem zajlik, és 20 percig bírtam. De úgy, hogy egyébként a 20 percet, nem tudom hányan énekeltek, szerintem senkit nem ismertél, nem? Mert hogy ezek olyan előadók, hogy Josh-t ismertem, igen. Josh-nak a műsora volt egyébként? Nem a Josh-nak a műsora, de valahogy belekeveredett Josh egyébként így. Hát ő most már mindenbe belekeveredik, ahol színpadon van, és föl lehet lépni. Korpa közé, igen, megesznek a disznók. Egyébként hihetetlen jó. Nagy élmény, mert hogy megpróbáltam különbséget tenni kettő zene között, de tökéletesen ugyanaz. Hát ez az egy teljesen, nem hogy színtipop, nem is tudom, minek nevezzem ezeket egyébként. Nem, ja. Tök ugyanaz. Én nem tudok különbséget tenni azon zenék között, de sokan azt mondják, hogy nagyjából ilyen a rockzene is. Hát azt mondtam, ahhoz elég botfül kell egyébként, hogy a rockzenében ezt halljad. Hát igen, de egyébként minden műfajt lehet jól csinálni. Tehát még a mulatósban is, abban is vannak kimondottan jól összerakott zenék. De nem a bunyós pityúra gondolok. Hát nem a bunyós pityúra gondolok, és akkor a bunyós pityú lehet, hogy még nem is a zajja tényleg, hanem egyébként majd sokkal rosszabbak vannak. Óriási form. Én találkoztam vele többször is, különböző fesztiválokon, különböző eseményeken, és hihetetlen nagy forra oda jön, és tényleg jön, és lezúzza az arcod játékból, persze játszásiból, mert amúgy nem akarná pofont kapni tőle. Hát az biztos. Hatalmas ember. Hát akkora tenyere van, akkora ökle, mint az én koponyám. Tehát, hogy így hogyha beleszállnál egy olyan pofonba, akkor többet nem biztos, hogy onnan fölkelnél. De figyelj, egyébként akit etéren becsülök, nem a tehetsége, meg nem az ének tudása miatt, hanem az üzleti érzéke miatt, az a Fási Ádám. Mert hogy ő konkrétan olyan szinten megél ezekből az önjelölt tehetségekből, akik tényleg csak saját maguk szerint tehetségesek, szerintem még a szüleik szerint se. De jó biznisz, látod. De igen, de ők nagyon szeretnének színpadra kerülni, és hát nyilván van az a pénz, amiért ők színpadra is kerülhetnek, meg van az a pénz, amiért nekik lemezük is lesz, ügyes. Meg ugye a stúdióban valami hangot is kreálnak nekik. Ügyes, szóval, működik ez a biznisz, igen, és egy kicsit utána is fogunk járni, hogy amúgy a biznisz miért működik. Nem kifejezetten Fási Ádámmal kapcsolatban, de egy-két ilyen trükköt azért. Bár annak figyelj, is utána járhatunk annak egyébként. Is utána jár, ha elmondja a titkát, ha csinálok én is egy bizniszt. De hogy milyen bizniszzel próbálnak meg rávenni minket, hogy mondjuk vásároljunk, hogy mi áll-e mögött pszichológiailag, ebből többek között ugye a mai reggelben erről is fogunk beszélgetni.
Kettő perce járunk 3:47 után, és ugye itt szóba került előbb a mulatos zene, hát mindenféle ilyen hát színvonala. Na, mondjuk így, kerestem a szót. Kerested, nem találtad, hirtelen zavarba jöttél. Igen, Márk azt írta nekünk, hogy nálunk, ha a gyerek rosszalkodik mesenézés közben, akkor az a 10 perc büntetés, hogy mulatósra kapcsolok neki. Ez tényleg mennyire büntet? Ez nagyon jó, főleg, hogyha egymás mellett van a két csatorna. Tudod, hát akkor csak mindegy, szerintem már gondolom fejből tudod a csatorna számát, Márk, ezt azért még írd meg nekünk. Hogy... Gondolom, hát igen, hogyha a gyerek rossz, akkor gyorsan 52-es tudod, és akkor jön a mulatós! Lehet, hogy már a csatorna számával lehet egyébként így fenyíteni a gyereket, hogy figyelj csak, hát, ha nem viselkedsz, akkor... Hogyha nyúl a távirányító, jó apa, jó leszek, és a mulatós, ne! Édes Isten, azzal tényleg lehet büntetni. Tehát, hogyha ha valakinek rosszat akarsz, akkor csak tedd oda arra a csatornára, és akkor egy jó negyed órát érted, töményen, intenzíven. Mondjuk egy idő után tényleg megszokod, mert abszolút nincs különbség. Mondom, én nem fedezek fel. Ha valakinek sikerül a két dal között azon a csatornán felfedeznie bármilyen különbséget, vagy változatosságot, akkor nem tudom, adok neki valamit, csokoládét. Jó indulatban. Próbálok egyébként rákeresni, hogy milyen előadók vannak, és fú, tehát itt aztán valami... Várjál, mert olyan változatosság lehet benne kb., hogy ebből is egy generátort lehetne összealakítani, tudod? Mert vannak ezek a mém generátorok, meg van például a rapper névgenerátor, és akkor ilyen mulatós névgenerátort is lehetne. Magyar mulatós névgenerátor. Azt szerintem még nincs, ezt megalkothatjuk. Az menő lenne. Van ilyen, hogy rapper névgenerátor? Van, én már megcsináltam külföldi egyébként angol, de meg lehet valami nagyon-nagyon zoran nevet ki tudsz találtatni magadnak. Be kell írni pár információt magadról, hogy akkor mi a kedvenc színed, mi a kedvenc kajád, mi az, amit a legkevésbé szeretsz, meg mondjuk a kutyádnak a nevét esetleg, vagy milyen nevet adnál a kutyádnak, és akkor ezek alapján generál neked egy ilyen random, de nagyon sokat, tehát hogy ezek alapján mondjuk egy ilyen 8-9-10 nevet rögtön oda kínál neked. Szerintem hitelesebb lenne, nem tudom, föltöltesz egy fotót, és akkor az alapján, még nem tudom nekem mi lenne Lil Dick, vagy nem tudom, szóval, hogy egy mi a búváratot tudna nekem generálni. Na mindegy, közben itt aztán van ilyen, hogy Dóri, de két elvel, Dór, Lil Dick, várjál, ezzel fönnök adta. Ezzel azt látom. Suzy, de őt legalább tudom, kicsoda. És a tekergő ott nincsen mellette egyébként. Nincs Jolly Volt mellette, tudod? Ja, az Suzy és Jolly. Az a Suzy. Van Sandy, de nem az a Sandy, hanem egy Y-os Sandy. Nincs valami ennél fantáziadúsabb. És itt keresgélek egyébként, de vagy két E-re, vagy Y-ra. Ez a menő, ez a módi. Ez, bunyós pityunál érted? Na, az egy markáns. Ő bunyózott ráadásul. Úgyhogy az legalább tényleg egy hiteles név. Küldjetek már nekünk, ezt most kérem a hallgatóktól, ilyen tényleg Z-kategóriás mulatós előadókat, hogy hadd mélyedjünk már el ebbe, mert egyszerűen magunktól Shell Ferry. Na, közben Zsóka írja, Shell Ferry. Sihel, nem? Mit tudom én? Szerintem ennyire azért képzett vagyok. Hallod? Sihel a végén Feri. Kiderül, hogy te... De és Henna, Sihel Feri és Henna. De várjál, nem nekik van a... Van valami feldolgozás, egyszer belefutottam. Shell Feri, várjál, ezen is fennakadtam, Kagyló Feri. Őt akkor szponzorálhatnál, tudod, a medzikkút, szóval, hogy... Írjátok meg, mert Roland annyira hülye hozzá, pedig nagyon szeretne egy korán reggel, péntek reggel, egy jó mulatós, egy igazi zsékkategória. A Huffannanának van egy feldolgozása. Na, amíg rákeresel, akkor én mondom, jó, hogy akkor hova lehet küldeni ezeket a neveket, 0620-978-978-et, írjátok meg SMS-ben, vagy a Viberen. Forráskápi, 100% vidámság. Na hát szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, aki esetleg egy picivel később kelt, 7 óra után járunk immáron 4 perccel, és itt belemerültünk ugye a mulatós zene világába, azon belül is leginkább a Z kategóriába, és köszönjük szépen mindenkinek, aki ajánlgat itt nekünk mindenféle előadókat. Továbbra is várjuk, ugye itt Sihel Feri, akit én Shell Ferinek említettem, Zsóka így aztán javította magát, meg hogy van mellette valami Henna is, vagy ki. Igen, azt írta nekünk Zsóka, hogy szülinapra hívtak, ők voltak a meglepi sztárvendégek, nem tudtuk miért őrült meg mindenki. Ültünk a férjemmel, a döbbenettől szikrát nem kaptunk, az asztal alatt googliztam ki, hogy kicsodák, egy órát nyomták. Aztán ajánlotta nekünk még Dia Rostás Szabikát, Márk pedig K.O. Lacit, na ez egy külön, Márk, ez egy nagyon szépen köszönjük, egyébként le vagyunk döbbenve. Azt én kérdez át nekem, egyébként lesz. A Messengeren azt küldted át tovább nekem? Itt most igen, ezt küldtem tovább. Édes, igen, én már nagyon félek egyébként megnyitni ezeket
amiket küldesz, vannak előítéleteim. K.O. Lacit majd külön, jó? Tehát ez egy külön megszólalást érdemel, én azt gondolom egyébként. Kedves, de találtál valami gyöngyszemet, nem? Igen. Mondtad itt az előző óra végén, hogy állítólag egy feldolgozás is van, mert hogy a Hafanana ez egy giga-mega hipernagy sláger, de állítólag sikerült ezt ilyen mulatosba áttolni? Ja, ez Sós Fecó, közben rájöttem, ő az, na figyelj csak. Teljesen átszellemültél. Ez eddig nagyon jó. Mit tegyek, hogy te is megtedd nekem? Mekkora buli van? Egy kicsit érez engem. A szívemet is adom, mondhat, ha kell. És ígérem, hogy nagyon jó lesz velem. Csak ülj le ide, ne félj, fogd hát kezem. Nálam nincsen lesz én. Megvárjuk a refrént, megvárjuk a refrént. Mert ott van az igazi. És mindig együtt jobb lesz, tudjuk ezt jól. A mély mondani való. Ne menj még haza, még hosszú az éjszaka. Messzire hív, őrült mámora. Indulunk egy titokba. Hey, vár egy nagy csoda, hát tőle is érj oda. Kihagyni az? Hey, ne menj még haza, mi hosszú az éjszaka. Adjátok abba! Messzire hív, őrült mámora, induljunk egy titokba. Szeklő, Roland, a potpéter eszik, bocs. Vár egy nagy csoda, Roland, a potpéteren már a elgurult itt. Nagyon sajnálom, tényleg mindenki nevében elnézést kérek Rolandért. Ha van nekem egy Rolandom, mert mit nem tehetek róla? Itt van a tunyakon, és szereti a szennyet, imádja egyébként. Úgyhogy lehet nyugodtan küldeni még neki, hogyha ismertek ilyeneket, akkor nyugodt pakoljátok, kínáljátok meg rendesen. Igen, K.O. Lacival még mindenféleképpen jövünk később. Hallod, de elfáradtam. De ha valaki tud még hasonló színvonalut, esküszöm, bejátszom adásba, én ülök a keverőpultnál, úgyhogy nyugodtan, Zolit elengedem ide. Felvált, azt szoktunk ott ülni, és ilyenkor nagyon veszélyes, amikor Roland ott ül, ezeket simán bejátsza. 0620-97-8-97-8-5-ös ben vagy Viberen. A reggel jó kedvű, de milyen lesz a folytatás? Mi tudjuk, milyen lesz a mai napod. Café Horoszkóp. Kedves Kos, örökös lemaradásban vagy, ezért az otthonodban is dolgoznod kell. Ugyanakkor dühít, hogy úgy látod, mások, talán akár a konkrét párod is folyton csak lebzsel. Mondd ki neki, ez persze jó ok a veszekedésre, de a megoldásra is. A bika szokásához híven, hát megint magasra teszi a mércét, már pedig, ha sokat próbálkozol, abba belefáradsz. Legyél elégedett a kevesebbel is, és akkor van esélyed boldoggá tenni másokat, és persze saját magadat is. Kedves ikrekegyű, igazi angyal vagy, mindenkinek igyekszel a segítségére lenni, csak ne vidd túlzásba, az nem segítség, ha helyettük megcsinálsz mindent. Kedves rák, már ne tervezz tovább, hanem cselekedj, tele vagy feszültséggel, és talán nem is látod tisztán, hogy merre kellene elindulnod. Egy biztos, régi sablonok most nem jönnek be. Kedves oroszlán, nem megy ma a munka. Folyton elkalandozik a figyelmed, elégedetlen vagy valamivel, vagy frusztrálva érzed magad. A kibontakozáshoz azonban szükséged lenne a koncentráló képességedre is. A szűz nehezen viseli már a munkahelyi stresszt. Amit tegnap még elengedtél a füled mellett, ma valósággal az elevenedbe vághat. Pihenned kellene, mert az idegeid már kezdik felmondani a szolgálatot. Kedves mérleg, nem mindig előnyös dolog az őszinteség. Ha ma megbántod egy kollégádat, hiába is van igazad, többet árthatsz magadnak, mint amennyit használsz a másiknak. Kedves Skorpió, neked esik a legrosszabbul, ha be kell ismerned, hogy valamiben tévedtél. Ám ha így teszel, akkor sokkal értékesebb ajándékot nyerhetsz, a lehetőséget a javításra. Az új, a jó megoldáshoz, az út a kudarc beismerésén átvezet. Tele vagy életerővel, kedves nyilas jegyű, és az életkedved is visszatért. Ezt talán egy mély, kibontakozóban lévő szerelemnek köszönheted. Kedves Bak, ha a kerekperec kimondod a társadnak, hogy mit akarsz, azzal lehet, hogy nem tudod őt magad mellé állítani. A teljes manipulálás megvezetés sem a legjobb út. A kettő között és az ő érdekeit, álláspontját is meghallgatva érhetsz célt. Kedves vízöntő, hajlamos lehetsz ma túlságosan kritikus szemmel nézni a párodra, vagy annak valamely családtagjára. Próbálj meg egy jó tulajdonságára koncentrálni inkább, mindenkinek van olyan. A halak nyerekben érezheti magát, de egyelőre nem szabad ezt nagy dobra vernie. Az utóbbi időben már tapasztalhattad, hogy amit elkiabáltál, abból végül nem lett semmi.
Hagyd, hogy a csend mérlegelje a dolgokat. Most szabad titkolóznod. Horoszkóp. Minden hétköznap reggel a Forrás Caféban. Hát mondjuk a mai adásban a sósvecó háfán lenne után, én azt gondolom, hogy bármi lehet ide való. Édes Istenem, komolyan, Rolandot nem szabad a pulthoz engedni. Hédit viszont annál inkább, mert hogy ő is csatlakozott. Sziasztok, jó reggel! Hello, de annyi... te nem ismered a háfánnal át a sósvecótól. Nagyon örülj neki, mert az előző pillanatokban itt olyan házi bulit nyomtunk, mulatosan, mert sajnos szóba kerültek ezek a Z kategóriák. Te ismered Rolandot? Imádom a Z kategóriát. Ezt is mondta, pont a nevedet említettem. Hey, csak azért is. Vár egy nagy csoda. Hédi pont nem olyan is, ezt tudom hallgatni. Elég lesz, köszönjük, Roland. Elég lesz, Rolandot nem tudom, ki kifüstöl. Roli, te ma ilyen buli huligán vagy? Igen, te figyelj, nekem teljesen hétvégi hangulatom van, úgyhogy egy sorsfecú álfánnal. Már még egy pár szó, hogy random be fogom tolni. Egyébként jó? Azzal a hírrel kapcsolatban, amivel Hédi készül, szerintem téged is föl lehetne adni a postán, mert hogy hasonló téma, nem? Tehát ami most megint felkerült. Igen, nagyon vicces sztori, én már reggel kiröhögtem magam rajta. Tehát az a lényeg, hogy feladta magát a postán egy férfi, hogy Ausztráliából hazarepülhessen Londonba. Mi jó hosszú út egyébként. Nem mostani a sztori, tehát a bácsi most már 75 éve. És azért került előtérbe megint a történet, mert hogy keresi azt a két férfit, aki annó segített neki. A bűntársakat! 1965-ben történt ez a fantasztikus esemény. 19 éves volt akkor a kis kamasz, Ausztráliában dolgozott, és mivel eléggé drága ugye a hazaút, hát akkor is az volt, most is nagyon, hát úgy... Hát Borsosára van azért. Hát azért ilyen London repjegy. Hát az jaj, Sydney London repjegy azért. Na de ő megoldotta praktikusan, tehát úgy gondolta, hogy akkor könnyebb utat választ, és kérlek szépen vett egy kis hűtőszekrény méretű faládát, telepakolta párnával, étellel, itallal, és egy Beatles könyvvel, ezt kiemelték a cikkben, tehát azért ne unatkozzon az úton. Megkért két barátját, hogy szögezzék le a láda fedelét, és adják fel rakományként a Londonba tartó járatra. Ügyes, ugye. Az a baj, hogy amikor mondod ezeket a statisztikákat, hogy egyáltalán hogyan próbáltak kivitelezni, azonnal eszembe jut, de lehet, hogy csak én vagyok ilyen béna, hogy mindent bekészített magának, de nagyon hosszú az út. Hát pisilni hova fog? Egyébként nekem is ez volt az első, ami eszembe jutott. Lehet, hogy valami kis vödröt is rakott be, vagy nem tudom, csak hát ez úgy... Jaj. Nem írtak róla, nem tudom. Hát azért Ausztráliából úgy gyerekek... Mit lehet tudni egyébként, hogy meddig jutott, vagy hogy sikerült neki a projekt? Nem teljesen, egy kicsit félresiklott a kaland, mert hogy nem fért fel a láda a Londonba tartó járatra, ezért elküldték Los Angelesbe, ahol lebukott. Sokkal jobb egy. Még az FBI is kihallgatta egyébként, mert tök nagy port kavart, és végül hazaküldték. Amúgy szerencsésen hazajutott a fickó. Londonba? Te végül hazajutott, igen, akkor hazajutott, csak egy kicsit hazajutott. Kerülővel. És már akkor próbálta megkeresni ezt a két férfit, hogy köszönetet mondjon, de nem sikerült, mert hogy nem tudott róluk amúgy semmit. Óriási. De és ugye, még az a mázni, hogy életben maradt. Azért hát majdnem Darwin díjas volt amúgy ez a sztori. Ugye? Azért nem tanácsoljuk ezt senkire, hogy zárassa magát faládába, aztán izé röpködjön keresztül kasul a világba. De tényleg lehetett volna ebből egy Darwin díjat kisorsolni. Gondolj bele, hogyha nem megfelelő a zárás, mert nagyon le van zárva a doboz, akkor konkrétan megfulladsz. Tehát, hogy semmi esélyed nincs. Nagyon pici, tehát hogyha van egy kis klausztrofóbia, ugye azt hívják, aha, úgy hívják, hogyha a bezárt helyektől nagyon félsz, akkor neked véged van. Hát azért több napig egy hűtőszekrényi dobozba bezárva, És ott akkor már nem csak pisilni kell. Tehát ott már mindent is kell, gyerekek. Az nagyon kegyetlen. És akkor most keresi ezeket a pajtikat, akik írszármazásúak, azt mondtad, igen, igen. De nagyon próbálnék segíteni. Szeretné nekik megköszönni, Magyarországra hogy sikeresen hazajutott. Volt már egyébként ilyen sikeres sztorink nekünk itt, hogy valaki köszönetet mondott rajtunk keresztül, több ilyen történet volt már, de ez ilyen helyi, lokális sztori volt. Nem hiszem, hogy mi itt Magyarországról sokat tudnánk segíteni egyébként Ausztráliában élő fickónak. Én se hiszem, és remélem, hogy másokat nem nagyon zártak így faládákba, aztán adták föl postára, hogy na mennyi öcsém jobbra-balra. Hát tőle, ha működik, de Rolandot is feladom, most még egy ilyet bejátszol, akkor tudtél téged is bezsákollak. Figyelj, az biztos, hogy jön. Próbáljuk ki csak így rövidbe. Tehát mit szólsz, bevállalod, Roli? Berakunk egy dobozba, és csak úgy mit tudom, Gyulára vagy valahová leküldünk. Tudod, a súly alapján kell fizetni. Drága lenne, Rolandot. Akkor menj te, Zoli! Postával lehetne küldeni. Igen. Inkább azt vállalom be, hogy utazom rendesen turista osztályon, és végig a Háfánnál lehet hallgatom a sósvecót. Mennyi 256 hosszú. Remélem, nagyon messze repít téged az aki. Édi, nagyon köszönjük, további jó munkát neked. Köszönjük szépen. Na, akkor továbbra is maradunk egyébként ezeknél a mulatós sztároknál, úgyhogy hamarosan visszatérünk ez az ösvényhez.
Közlekedési információk a Forrás Caféban. Nagyjából állandó infóink vannak továbbra is. 10-es főút, 69-es kilométer, félpályás korlátozás, ugye Neszmély település főutcáján. Aztán ugye a 111-es főút, 4-es kilométernél jelzőrös irányítás sebességkorlátozással, mert útépítők dolgoznak. 117-es főút, 7-es kilométer, forgalomkorlátozás és jelzőrös irányítás. Itt körforgalmat újítanak fel. Nyergesújfalú, Bajút, Bajóti út, gázvezetéképítés, míg Oroszlány, Dózsa-György utca félpályán halad a forgalom. Nagyon slágvortokban mondta most a közlekedési infókat. Hát jól összefoglaltad, igen, viszont én ahogy rápillantottam erre az élő térképre, azt látom, hogy kb. Egy órával ezelőtt egy olyan bejegyzést hagytak ott a közlekedők, hogy Tatán a Bacsó Béla utcában egy kisebb baleset történt. Nem tudom, hogy ennek van-e aktualitása még, viszont látom, hogy azt megelőzően a Somogyi Béla utcában is egy kicsit torlódás van, legalábbis lassulás. Nem tudom, hogy mi a helyzet, úgyhogy ha arra jártok, akkor mindenképpen jelezzétek, jó, hogy szabad-e arra az út, történt-e olyan fennakadás, ami miatt mondjuk a közlekedés is belassulhat. Illetve azt nézem, hogy a Duna vonalában jeleznek több helyen egyébként kötfoltakat, úgyhogy itt a látótávolság egy kicsit csökken. Egyébként ez nem lesz számottevő, hiszen ma kifejezetten csapadékmentes, a legtöbb helyen száraz idő várható, úgyhogy ilyen szuper útviszonyokra lehet majd számítani. 0620 978 975, ide pedig SMS-ben vagy Viberen küldjétek nekünk az információt. Köszönjük szépen! Jaj, egy kis életstílus, ezt ilyen jó magas hangon énekelve, ez volt Jason Derulo. Na, közben Dia megerősíti, hogy Tatán Somogyi Béla utca beállt baleset történt. Igen. Krisztián is írt nekünk, szuper a műsor, köszönjük szépen, kedves Krisztián. A téma nagyon jó, tele minőségi előadókkal. Vicc az egész, de az a szomorú, hogy ezt eszi a nép. Aztán hozzáteszi még Krisztián, hogy megyénkben is van két csapat, a Sramli Kings és a Sógorok, de ők legalább konyítanak a zenéhez. Hát ők egyébként szakmailag nagyon jó. Tehát ezt azért tegyük gyorsan hozzá, hogy igen, tehát hogy ők valóban képzett jó zenészek. Mert ugye ezt mondtuk, hogy lehet a mulatóst is jól csinálni, de ők mondjuk jól csinálják szerintem. De ahhoz, hogy jól csinál, ahhoz mondjuk tényleg tudnod is kell, hogy mitől döglik a légy egyáltalán. Nem elég ahhoz, hogy mondjuk valamit összeugatsz ilyen mindenféle összeverbuvált mondatokkal, összefüggéstelen mondatokkal, mert azért láttunk már erre példát, sőt hallottunk ma reggel is erre példát, hogy összenemfüggő dolgokat írnak bele ezekbe a szövegekbe. Ki vagy mi az? Ezt nem is értelmeztem egyébként, hogy hogyan énekelték, de hogy valamiért mégis óriási igény van erre. És kész, Rolandot ma reggelre elveszítettem. Gyerekek, én abszolút buli hangulatba kerültem, úgyhogy minden tök jó, SMS-ek is érkeznek, sziasztok, Rolandnak küldöm, és itt küldtek Ozont, ugye a klasszikus dalukat, ugye a Dragostea Dindej, na és akkor várjál, mert érkezett még, hát ezt egyébként így, ezt nem ismertük, úgyhogy most bocsánat, de most ismét el fogok szabadulni, úgyhogy mindenki készüljél fel a hangulatra, most elszabadul a pokol, a loopunkat szépen lehúzom, és akkor Didi Lamour, gyere, tedd fel a két kezed! Háromra indulunk, és egy, két, három, négy, ne! Gyere, tedd fel a két kezed, Didi Lamour, aki énekel most neked, ez is feldolgozás, gyere, nem? Gyere, tapsolj és áll a bál. Jó, kész, tudod mit? Hamarabb szabadulok, hogyha átadom magam, nem? Ennyi, élvezd! Tűrcsendben! Sebo! De ez is egy feldolgozás, nem? Tehát, hogy gyakran látunk a mulatósban, meghallunk olyanokat, hogy ezeket a nagy slágereket dolgozzák fel. Na de, gyerekek, na de ha már Ozon, akkor hallottátok ezt? Ugye ez volt Didi Lamour, ez pedig az Ozon és a Despretine. Ez mondjuk egy jó zene. Hát ez túlzás. Roland! De egy az egyben ugyanaz. Hát ne viccelj már, ez egy jó zene. Na már akinek. Ez nagyon, nagyon király, ne viccelj. Moldáv srácukról van szó egyébként. Ugye ez nem a Dragostea Dindej, amivel szintén egy óriásit mentek, hanem a másik, amit én nem tudok kimondani, mert nincs előttem a dalcím. Despretine, és Despretine. Ott van Dan Balan, aki aztán ugye csikabombozott, és egy nagyon neves producerré vált. Próbált legalábbis nagyon neves producerré válni. Hát, de egyébként ő utána szólóban jól nyomta, hát teljesen más stílust képviselt. Akkor nagyon. 2004-ben ismert egyébként meg a világ ezt a triót, moldáv srácokról van szó, és a repülőgépen ott feszítettek, és akkor az volt a Maya. Maya. Ott nyomták, de az nagyon nagyot ment egyébként. Várjál, korábban meg Mártak még beígértük K.O. Lacit. Hú, gyerekek! Na, ez most mindent fog menni. Menjetek ki. Szóval K.O. Laci, aki, ezt, az a baj, hogy ezt látni is kéne. Ez egy vizuális élmény, igen, mert egy olyan videoklipben szerepelnek, amiben ilyen greenboxot, technológiát alkalmaznak, ugye, amiben így mögéig tudnak vetíteni dolgokat.
Szóval és mellette áll egy idősebb hölgy. Ő Bea, K.O. Laci, ők, hát ilyen Budapest tévés arcok egyébként, szóval, hogy K.O. Laci a szaxofonos. Na most figyelj, azt ott kell nyomni, és akkor beáll egy boxkesztyű van, és egy virágmintás ruha. És így próbál táncikálni, K.O. Laci pedig kabuból fújja a szaxofont. Annyira belelendül a táncba egyébként a hölgy, nagyon cuki egyébként, imádnivaló, hogy kimegy a Greenboxból, tehát eltűnik a teste felett. Ez zseniális, de várjál, az a kedvencem, amikor K.O. Laci így mutogatja neki fiébe, hogy úgy izé, öklözzél így előre, így a kezedet így mozgassa. Öklözzél, az. Erője vagy. Hát mondjuk én nem gondoltam, hát ebbe azt tártott szájjal. Nem, de teljesen nem. Csinálj, és akkor most megy ki a Greenboxból, Bea. Na, gyere vissza, nem akarunk elveszíteni. Figyelj, maradjál, így csináljál, így előre. Roland, szentesse magad. Valaki mentsen, nagyon könyörögve kérek valakit, hogy mentsen meg, meg is mondom a címet, jó, Stúdium tér egy. Valaki mentsen ki innen a stúdiumban. Nem, ez nagyon jó. Gyerekek, K.O. Laci, nagyon jó, csak amikor a Diridárit föl sem hoztam neked. Nem, a Diridári egyébként ez egy nagyon hosszú műsor, nem? Tehát ez egy ilyen jó másfél órás, ami ment ebben az óriási örökérvényű nagy hiper-szuper televízióban, ahová egyébként kérdezte Hédi, mert hogy így megkínáltuk őt is ezekkel a videoklippekkel. Te figyelj ide, bárkit beengedett? Tehát az utcáról, ha valaki beköszön, látom, hogy felnyomod a potmétert, ne! Ne. És ez a Diridári! Igen, és itt is ott van K.O. Laci! Mellett egy funkciótlan néni rózsával a kezében, de a kezdencem az inges lehet, akinek hát hasonló inge van, mint amiket én hordtam 15 éve. És ez a mozgás, hallod? Tehát, hogy ezt így próbálom leverni, az baj, ezt nem látjátok most, de... Ne, de én igen, és a retinámba ég. Várjál, mert Bius egyébként szintén átszellemült itt mellettünk, kénytelen, mivel hogy a mi hülyeségeinket hallgatja minden egyeseket. És képzeld, rákeresett a különböző bakikra, zseniális, tehát az ilyen Budapest TV-s bakikra, a műsorvezetői, meg hát a rá nem éneklős bakikra, amikor elfelejt a néni becsatlakozni. Csak abból állt az egész műsor egyébként. Hibátlan. Egyszerűen jó. Köszönöm szépen. Egyelőre kiéltem én magam. Az a baj, hogy Roland még tudti, hogy nem. Úgyhogy azért nem merem megígérni, hogy nyomokban nem fog tartalmazni ekkora zsékategóriát a műsor. De nyugodtan írjátok meg Rolandnak, jó? Mert látom, hogy nagyon kibontakozik. Imádja ezt. 0620 97 8 97 8. Vagy SMS-ben, vagy Viberen írjátok meg, hogy milyen ilyen dalok vannak még. Igen, de hívhattok is. 0634 310 021. Merüljünk el a mulatos zene legmélyebb bugyraiba, jó? Most jó zenét hozunk cserébe kárpótlásként. Ez a Magashegyi Underground és a Viszlát Szomorúság. Forrás Café. Jó kedvre hangol. Vidám reggelt, nálunk abszolút vidám, 8 óra után immár 3 perccel, és akkor nézzük gyorsan még itt az üzeneteket, mert hogy az akad elég sok. És akkor még nem láttátok Instán a BPTV-s itt. Mi van egy ilyen? Oldalt. Igen, ezt írja nekünk Endre. Köszi, Endre, hát rálesünk most már, hogy a figyelmükbe ajánlottad, most már nem ússzuk meg. Aztán Anikó azt írja, hogy kész vagyok, meg itt ülök a kocsiban, és nem megyek be az irodába, mert szakadok a röhögéstől. Állat királyok vagytok, imádom, köszönjük szépen. Imádjuk, hogy imádsz minket. Na, szóval nagyon jól érezzük magunkat, buli van. Itt, mi hát, a magad nevében beszél, ezt, hogy jól érezzük magunkat. Nekem én kénytelen vagyok elviselni a te baromságait. De... Roptuk itt, mindent táncoltunk. Hú, komolyan. Esküszöm még azért a sósfacú hafannan, az még be fog figyelni. A főnök hallgatja a rádiót, figyelj, így üzenem, jó, veszélyességi pótlékot kérek szépen Roland miatt. Egyszerűen leéli az életem, és nem tudok menekülni. Tehát 6 és 10 óra között. Oké, várjál, mert most még nálad van a pult. Igen, jövő héten te jössz. Jövő héten én jövök, mert akkor nálam lesz a pult. Ugye, hogy Hesse Ádám mono vagy sztereót fogom megkapni minden és nap. És biztos vagyok benne, hogy ez vendettát követel. A végén még megszeretem. Ha... Vendetta lesz ebből. Tudom, hogy messze vagyunk. Na hát igen, küldjétek, légy szíves, mert látom, hogy nagyon belelendültetek, de nem csak a Roland, hanem egy kedves hallgatók is ávannak állva ezekre a nagyon jó kis mulatos lágerek, nagyon jó kis mulatos lágerekre. Ezeket egyébként érdemes lehetne cenzúrázni. Működne rajtuk egyébként? De emlékszel, hogy még a szomszédokból volt ilyen kicenzúrázott verzió? Az indokolatlan cenzúra? A kedvencem. Hallod, imádtam, nagyon jó. Keressél majd rá, légy szíves, abból bejátszhatunk, látod? Annak több értelmét látom, mert az is egy hihetetlen jó sztori. Ugye olyan cenzúrákat raktak bele, olyan sípolásokat, aminek következtében hát elég félreérthető lett a szituáció. Túlfűtött verzió. Szegény Lenke néni, milyen szövegeket adnak itt a szájába? Mindenkinek, ugye, mindenkinek olyan dolgokat adtak a szájába sajnos, amit nem tudtál nem röhögni. Egyébként van ilyen értelmetlen cenzúra, máshol is képzeld, most az egyik cikkben futottam bele, egy olyan tévétársaságról van szó, aki úgy próbál meg egyébként a nyugati márkák ellen harcolni, hogy a televízióban látott összes emberen kisatírozzák gyakorlatilag a márkajelzéseket. Tehát ez egy baromi nagy meló. Te, aki a tévében is dolgozol, pontosan tudod, hogy azért ezeket a kihomályosításokat, főleg ha le kell követni a mozgásokat,
Hát az ember talán. Tehát gyakorlatilag a vágóik szerintem így lehet, hogy tömegesen kezdtek el felmondani, mert az nekik egy hatalmas nagy munka. Tehát, hogy ez nyilván a vezetőségnek, nem a riportereknek sem, az operatőr ezt fölveszi, meg adja a képet, de hogy a vágó az mit szív ezzel? Hát nagyot, gyerekek. Írják is a cikkben, hogy a cenzorok nagyot mennek most, óriásit mennek. Pekingben, a pekingi kormánynak vannak problémái egyébként, itt a Pamutért folytatott küzdelemben is, úgyhogy van azért mögötte némi tényleges tartalom, hogy akkor hogy próbálnak meg küzdeni ez ellen, de hát azt, mire lekövetik, azért az brutális. Na hát ezzel mondjuk nem érik el valóban, hogy nyugati logókat lássanak az emberek, és mondjuk utána megjöjjön a kedvük ezeket megvásárolni, viszont más egyéb trükkök vannak, mert hogy ebben az órában, láss csodát, egy kicsit értelmesebb témával is foglalkozunk. Nem értem miért egyébként, én simán 10-ig elnyomnám ezeket a Z-kategóriás mulatósokat. Én nagyon belemerültem egyébként, még Didi Lámúr és társai. Az a baj, hogy egyébként azt érzem, de tök jó, hogy itt vannak velünk a hallgatók, hogy én alulképzett vagyok, tehát én szeretem a trash-t, de még mindig nem ismerek eleget. Úgyhogy bátran még tényleg, küldjetek, imádom. Didi Lámúrnak biztos vannak még más dolgai, várjunk gyerekes. Jó, keresünk nyugodtan rá. Szóval a vásárlás tükrei biztos, hogy szóba kerülnek majd, és akkor ezzel kapcsolatban egyébként egy pszichológust is meg fogunk kérdezni, mert nyilván valamilyen psziché működik az agyadban, hogy akkor miért jön az az érzés, hogy neked mindenképpen vásárolni kell. Egyébként ez a hölgy, akivel mi beszélni fogunk, Csizmadia Dórával, ő foglalkozott már vásárlás mániával, különböző mániákkal, és akkor ennek mögé néz majd, hogy konkrétan milyen életérzés jelenik meg benned, ami arra ösztönözték, hogy menj el vásárolni mindenképpen, és hogy ugye a különböző társaságok meg a cégek hogyan próbálnak meg rájátszani erre a fajta igényedre, és milyen trükkök vannak a kereskedelemben. Úgyhogy jövünk a részletekkel ezzel kapcsolatban is. Na, hát 3 perccel járunk 8:45 előtt, és ugye azt ígértük, hogy vásárolgatni fogunk, és egy kicsit körbejárjuk itt a trükköket, hogy mégis a boltok mi mindennel próbálnak minket a vásárlásra rágerjeszteni, miközben mi egyébként nagyon a mulatós zenékre rágerjedtünk, és imádjuk, hogy írjatok még, hogy mi az, ami 9 és 10 között, még esküszöm, most kicsit vásárolgatnunk kell, de esküszöm, 9 és 10 között jön ugye Andi is, úgyhogy jön az édes hármas. Ne is sejti, bár hogyha belehallgatott a reggelbe, akkor lehet, hogy azért már fogja a fejét. Na, én ezekhez a hülyékhez bemegyek ma reggel, és akkor mi fog engem várni? Hát a szokásos. Sőt. Mi se tudjuk. Lehet, hogy Andi bejön, akkor lehet, hogy ő is táncra perdül egyébként. Na, de nekem más zenék is eszembe jutnak. Van egy olyan Hooligans dal, amiben megfogalmazzák, hogy reklámok bújnának hozzám, tudod, és mindig ez van. Tehát olvassuk ezt a cikket is, ami összefoglalja a vásárlással kapcsolatos trükköket, és akkor bedob egy ilyet. A fűzsír tényleg jó. Olvasd tovább. Nem akarom! Tehát, hogy így biztos, hogy te is érzed ezt, amikor rákeresel ezekre a szenzációs, mulatos zenékre, mivel kezdődik? Még az is hirdetéssel kezdődik. Jó, hát igen, de az azért, mert a videó megosztó portálra kell, hogy rá klikkelj, de érdemes. Mert kellenek a reklámok egyébként. Hát, tehát ezt is meg tudom érteni, hogy nyilván ő abból tartja fönn magát. A reklámbevételekből, meg aztán akár még a YouTuber is fönntarthatja magát, a Kidfluencer, mert ugye erről az, is beszél. Az a BookTuber, a BookTuber Kidfluencer. BookTuber Kidfluencer, ki se tudom mondani. Komolyan, hát ez ki se tudom mondani. De mit jelent egyébként az, hogy a gyerekek is már ugye pénzhez jutnak, mert hogy akár 7 éves gyerekek is fönt vannak ezeken a platformokon, és állítólag nagyon nagy eléréseket tudnak produkálni. Dávid fiam, holnaptól megdolgozol a zseppénzedért. Igen, te leszel a YouTuber Kidfluencer a családban. Igen. Hát figyelj, egyébként jó képű, jól beszél. Ennyi, tessék. Népszerűbb lesz, mint az apja, mondjuk az nehéz. Szebb is lesz, mint az apja, se nehéz. Már az, gyerekek, már az. Na, szóval, hogy vannak reklámok, igen, és akkor ez az egyik olyan trükkje, hogy ha akarod, ha nem, akkor reklámok bújnának hozzád, ahogy ugye a Hooligans is fogalmaz. Tehát nem nagyon tudsz, egyetlen egy megoldási lehetőség van, hogyha előfizetsz ezekre a szolgáltatásokra, de akkor az meg már pont eléri a célját. Mert akkor pénzt adsz érte. Mert akkor igen. Pénzt adsz érte. De mennyi pénzt? És akkor itt van ugye egy trükk, amiben már azt gondolom mindannyian belefutottunk, hát ha bárki járt már boltban életében, már pedig gondolom mindenki, akkor ugye látta, hogy általában ugye ilyen 90, meg 99 forintokra végződnek az árak. Ugye ez egy ilyen kis elmetrükk, mert hogy balról jobbra haladva olvasunk, így aztán a vásárlásnál az első száma perdöntő, hogy megvesszük-e az adott portékát, vagy sem. Úgyhogy azt mondják a szakemberek, hogy könnyebben rávesszük magunkat arra, hogy bepakoljuk a kosárba az árut, hogyha mondjuk az 500 forint helyett 499 forintba kerül. Mert négyes látunk az elején. Miközben 500 forintot fizetsz érte. Miközben valójában 500 forintot fizetsz érte, mert most már ugye 1-2 forintosok sincsenek, tehát hogy még a kerekítés is ugye már működik, meg tök fölösleges, 99-es, hogy 1 forintot úgyse adnak vissza, viszont ez már körülbelül 100 éve működik, tehát rendkívül hatékony elmélet és gyakorlat is, mert hogy tényleg működik, és sokkal több minden kerül a kosárba. És
azt mondják, hogy a drágább termékeknél, és egyébként ezt már én is megfigyeltem, ott még inkább trükköznek, mert hogy nem is az mondjuk, hogy 19.999, hanem mondjuk egy 20.000-es termék 19.890 forintért árulják. Akkor még kevesebbnek tűnik. Igen, mert a fejünkben tudatalat még lejjebb kerekítjük. Tehát a 8-as miatt inkább 19.000-nek hisszük, mint 20.000-nek, miközben ugye ott már hát csak 100 forint eltérésről beszélünk, az meg egy ilyen tételnél már semmi. Az nem sok. Képzeld el, hogy múltkoriban egy cikkbe futottam bele, ami hasonló témával foglalkozott, és akkor ugye már nagyon-nagyon régi elméletről van szó, ugye több mint 100 éve már foglalkoznak ezzel, meg a gyakorlatban is használják, hogy 9-essel végződő árakat adnak, és tüntetik fel a termékeknek az árát, hogy mivel mindenki ismeri ezt a trükköt, legalábbis nagyon sokan, de tudat alatt még mindig működik, ezért most már a luxus márkák kezdtek el foglalkozni azzal, hogy mi lenne, ha csak a meghökkentés céljából össze-vissza áraznánk ezeket a termékeket, de értem ez alatt, hogy 23.422. Csak azért, hogy felhívják a figyelmet, hogy ez nem az az olcsó trükk, ami 4.99-ért árulja a valójában 500 forintos portékát, hanem hogy amúgy is egy nagyon drága portékát árulunk, és akkor vedd észre, hogy itt nem akarjuk a tudatalattidat megcsinálni, de közben ezzel csinálják meg a tudatalattidat. Igen, ez már a 2.0-ás szint. Szép. Igen, tehát hogy vannak ilyen trükkök, és egyébként belefutottunk egy olyan kísérletbe is, amikor az ingyenes termékekkel is próbálnak trükközni. Na, mondom a lényeget, jó, hogy hogyan is kell ezt elképzelni. A kísérlet folyamán két csokit tettek a vásárlók elé, egy 30 cent értékű, prémium minőségű csokit 15 centért, és egy abszolút neve nincs ilyen commerce, csak itt 1 centért. Az első körben a legtöbben egy ilyen racionálisnak nevezhető döntést hoztak, a 73% a márkás csokit választotta. Aztán... A 15 centért árusított márkás csokit. A 15, mert azt mondták, hogy a gyerekek, 15 centért márkás csokit, tök jó vétel. Mm. Igen. Aztán jött a csavar, 1-1 centtel csökkentették az árát, tehát az árkülönbség nem változott, viszont a commerce neve nincs csoki, ezáltal ingyenessé vált, hiszen ugye 0 cent, tehát ingyenes volt, a másik, a márkás csoki, az meg 14 centbe került. És a résztvevők szinte teljesen átpártoltak az ingyenes termékre, 69%-uk választotta a rosszabb minőségű, de ingyenes csokoládét. Csak azért, mert ingyen volt. Csak azért, csak mert azért. Ingyen volt. Itt ez egy hatalmas erőt jelent egyébként. Igen, az ingyen szó. Az. Igen. Tehát, hogy ezekkel nagyon sok helyen trükköznek. Tehát, hogy ott van, hogy free, vagy egyet fizet, kettőt kap, és a második ingyen jár. De valójában nem jár ingyen, mert hogyha meg ugye az egészet nézzük globális szinten, mondjuk a cég bevételeit, és akkor a profitot, akkor nyilvánvalóan neki ez meg fogja érni, még mindig meg fogja érni. Gyakran láthatunk esetleg a cipőknél ilyeneket. Hogy az olcsóbbik ingyen. Vagy hogyha 3 párat veszel, akkor a legolcsóbbikat neked odaadjuk ingyen. De igen. Hát nyilván a büdzsébe ez bele van számolva. Tehát ingyen nincsen semmi gyakorlatilag, csak ugye ez annyira jó a cseng, hogy meg fogod venni. Egyébként nagyon érdekesek ezek a tapasztalatok, mert az árcédula az nagyon-nagyon tudja befolyásolni a te megítélésed egy-egy termék vagy szolgáltatás iránt. Teszteltek így például vakkóstolásokat is szoktak tartani. Én a borvilágában egyébként egy kicsit otthonosan mozgok, és volt már ilyenre példa, hogy tök vakon, tök fehér semleges üvegben oda rakták elé a delikvens elé ezeket a borokat, a nagyon drága bort is, ugyebár az ilyen nagy tokai, nagyon finom, meg oda rakták az ugyanolyan tételek közül, mondjuk a nagyon alsó polcos, 200 forintos bort is, és a legtöbben arra szavaztak, mert nem tudták megállapítani. Igazából édes az is, tök jól csúszik, figyelj, nincs utóéze, tudod, 200 forint, jó az, legalább megspórolok egy csomó pénzt. Mit gondolhatnak ilyenkor a neves borászok? Ezért dolgozunk, tényleg. Igen, ezek a trükkök működnek. Úgyhogy képzeljétek el, ennek a pszichés hátterének is utána fogunk járni. Nyilván egy pszichológust fogunk megkérdezni ennek érdekében, hogyha pillanatokon belül hívjuk Csizmadi a Dóra Dalmát, aki egy diplomás pszichológus, ő magyarázza, hogy miért működik ez az érzés. És egy kicsit annak is utána megyünk, hogy vajon a kényszeres vásárlás mögött mi állhat. Na hát itt a reggelben a kávéban foglalkoztunk, legalábbis utaltunk arra, hogy itt vannak azért trükkök, és hogy pszichológiája is annak, hogy miért állunk neki könyörtelenül vásárolni, és hogy milyen alattomos módon hatnak ránk egyébként ezek a trükkök. Megpróbálunk utána járni pszichológiai szemmel. Itt van velünk Csizmadi a Dóra Dalma. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Na hát böngésztünk az interneten, és hát Dóra, azt látjuk, hogy többek között a vásárlás mániával is foglalkoztál már, mert jelent már meg ilyen témában is cikked. De most akkor segíts nekünk, jó, hogy miért érezzük mi mindenképpen azt, hogy nekünk be kell menni, főleg most így a nyitások kapcsán, amikor rengetegen lecsaptak a ruha üzletekre, mert végre kinyitott újból.
Hát most nagyon időszerű ez a téma, ezt én is láttam a saját szememmel, hogy sőt egyébként magamon is éreztem, hogy ugye bizonyos dolgokat nem tudott megvásárolni esetleg az ember, kinőzik a gyerekek a ruhájukat, vagy szükségük lesz valami új termékre, és az az érzés, hogy valamit nem tehetek meg, ez ugye egy rákényszerít arra, hogy késleltetnem kell az én szükségletemet, igényemet, vágyamat, ez frusztrációt szül, tehát ugye akadályba ütközöm, mert én szeretnék valamit megtenni, és nem lehet. Úgyhogy ilyenkor ez egy komoly belső munka, hogy ezt ki kell bírni, tehát kell annyi önfegyelem, ugye, hogy nem táborozunk le hetekkel ezelőtt mondjuk a boltok elé, és amikor meg lehet, akkor ettől, hogy feloldódik ez a tiltás, egyszerűen elszabadulnak ezek a belső vágyak, és azt érezzük, hogy most már annyi ideig kellett visszafognom magam, hogy na most azonnal ide nekem, ami meg mondjuk nem biztos, hogy praktikus egyébként ebben az időszakban, hogy egyszerre akkor sokan szeretnének ugyanarra a helyre menni. Tehát ebben az időszakban szerintem ez az a lelki jelenség, amit körülbelül így megfigyelhetünk, de a vásárlás egyébként is, főként a nőknél örömhormont termel, izgalmat ad, illetve akár megnyugtató hatású is lehet, hogyha valaki stresszesnek, feszültnek érzi magát, tehát általánosságban ez a hatása nyilván nem mindenkire, tehát most lehet, hogy van olyan hallgató, aki mondaná, hogy hát én utálok vásárolni, de a többségében én azért ezt látom, ezt tapasztalom, hogy van egy ilyen pozitív hatása a vásárlásnak. Viszont amikor ugye kezdődik az én területem, hogy itt némi gond merül fel valami szokással, vagy egy viselkedéses formával, akkor mondjuk olyasmiről beszélhetünk, hogy valakinek az egyetlen kedvenc szabadidős tevékenység az, hogy vásároljon. Csak az nyugtatja meg, hogyha végre vehet valamit, akár ugye ez netes rendelés, vagy személyes is lehet. Tehát, hogy a megnyugtatás, a feszültségoldás, illetve a jókedvnek ez lesz szinte a kizárólagos forrása, illetve hát előfordul olyan is, hogy valaki annyira nem tudja már ezeket a vágyait visszafogni, hogy hitelt vesz fel, tehát úgymond tovább nyújtózkodik, mint ameddig a takarója érne. Sőt, arról is szó van, vagy szó lehet, hogy titkolózni kezd, úgy érzi, hogy ez most már tabu, ez már nagyon ciki, ezt már nem szabad otthon elmondani, mert érzi, hogy túlment egy határon. Tehát egy szorongás oldásból indul ez a folyamat, majd végül sajnos bűntudatot fog érezni, szégyent. Tehát végül is ez egy ilyen kontrollvesztés, hogy én próbálnám valahogy élni mondjuk az életem, a megadott kereteknek megfelelően, ami még elvileg ugye normalitásba tartozik, de egyszerűen átszakad ez a gát, és van egyébként olyan is, aki mondjuk már nem tud másra gondolni. Folyton csak tervezgeti, hogy na, én mit szeretnék venni, nézi a lehetőségeket, hogy hol, milyen termék, mennyibe kerül, mérlegel. Tehát maga a folyamat ad nagyon sokszor izgalmat, és amikor megveszi az adott terméket, akkor azt szoktuk mondani az ilyen függéses érzéseknél, amikor már függésről van szó, hogy az eredmény úgymond egy nulla szintre hozza vissza, tehát megnyugszik, oké, ettől van jól, de már is kezdi újra. Tehát nem a vásárlás fog adni neki egy csodálatos, fantasztikus, kiemelkedő boldogságot, hanem azt hozza vissza abba az alapállapotba, amiről küzd, hogy újra jól érezze magát. Igen. Dóra, egy picit kanyarodjunk vissza mondjuk az aktualitáshoz, amikor így családostul elmennek az emberek vásárolni, mert hogy azért ez is megfigyelhető. Ott lehet mögötte egy ilyen tartalom, hogy egyszerűen nem találják fel magukat, és nem tudják a megfelelő minőségi időt együtt tölteni, és mondjuk ez a kikapcsolódás egy formáját jelentheti, hogy akkor családostul elmennek bandázni? Igen, jó a kérdés, nagyon lehet. Hiszen ugye hosszabb ideje már elég sok család úgymond össze van zárva, eléggé használjuk is ezt a kifejezést erre, és ez az összezártság szül akár otthon konfliktusokat is, illetve hát nagyon sok a teendő, tehát tanulni is kell, meg dolgozni is kell egyszerre, vagy segíteni a gyereknek, plusz még a háztartás, meg legyen ebéd, tehát hogy sok feszültség, ezt ugye egy lombik hatásnak nevezzük, hogy otthon ez a feszültség be van zárva, tehát csak ott tud pattogni egymáson sajnos, hogyha ezt magunkban nem tudjuk kezelni. És nem biztos, hogy pozitív érzések felszínre tudnak jönni már egymás iránt. Tehát lehet ilyen időszak,
hogy tényleg nincs már ötletük, mert nincs kedvük mondjuk leülni társasozni, nem a társasoztak eleget, vagy a séta is unalmas. Tehát, hogy igen, lehetséges, hogy a vásárlás egy közös szabadidős program, viszont mindenkit óva intenék az ítélkezéstől, mert ez egy nagyon gyakori és nagyon fájdalmas tendencia, mert az is előfordulhat, hogy mondjuk valaki nem tudja hova tenni a gyerekeit, mert egyedülálló, vagy elvált, vagy a társa dolgozik, és aztán muszáj azért mondjuk a 2-3 gyerekével menni vásárolni, mert nem tudja addig őket hova tenni, és hát muszáj mondjuk beszerezni néhány dolgot. Tehát, hogy érdemes mindig a jelenséget mögé úgy néznünk, hogy akár több oka is lehet, és valahogy megpróbálni ezt megérteni, hogy lehet, hogy valakiről azt feltételezzük, hogy hát itt tölti a szabad idejét, és akkor itt terjeszti nekünk a vírus, hogy ilyen sokan egyszer ide bejönnek. Na de az, hogy ő közben lehet, hogy otthon már konkrétan szenved attól, hogy nem tud hova menni. Tehát ugye nagyon komoly érzelmi jelenségek alakulnak ki attól, hogy mondjuk az ember korlátozva érzi magát, és egy felszabadulás lehet az, hogy ő kilép otthonról. Tehát sok járulékos következménye is van ezeknek a helyzeteknek. Nem tudom, most ebben nem akarok nagyon belemenni, mert hallom, hogy ez egy jó hangulatú műsor, de csak így említés szinten, hogy tényleg azért a depresszió, vagy akár öngyilkossági hajlam kényszeresen. Tehát sok minden előfordul, mert nem tudják az emberek nagyon már az érzéseket kezelni, és ebbe kell nekik egy kis segítség, vagy plusz lehetőségek, ahol ezeket megélhetők kívánok. Nekem egyébként egy kicsit az sejlett fel a mondandó első részéből, hogy ugyanúgy hat, mint mondjuk a kötelező olvasmányok. Azért, mert rá van írva, hogy kötelező, ezért nem szeretjük, mert hogy szeretjük magunk megválasztani, hogy akkor milyen olvasmányban részesülünk. Ugyanez lehet akkor a mostani helyzet is, nem? Tehát, hogy csak azért kín vagyok 9 óra 59 perckor, és topogok a kapu előtt, mert 10-ig lehet, nem? Igen, lehet ebben egy ilyen is, ugye az emberek szeretnek önmagukra úgy nézni, hogy minél jobb legyen az önmagukról alkotott képük, és ebbe beletartozik az is, hogy én egy szabad embernek akarom látni magam, aki bármit megtehet, ugye ez egy ilyen dominancia érzés, ez egy ilyen kompetencia érzés, hogy én dönthetek, és hogyha van valami szabály, akkor én lehetek annyira fontos, hogy ezt még ha nem is felülírom, de hogy azért nagyon akkor megpróbálom mutatni, hogy nem leszek én annyira alárendelt ebben a helyzetben. Tehát ez kiválthat ilyen érzéseket is. Egyébként meg visszatérve a vásárlásra, szerintem egy fontos dolog, hogy nem maga a megvásárolni kívánt termék vált ki esetleg egy olyan függő érzés, vagy egy kényszeres vásárlás. Tehát bombázhatnak akármennyi akcióval, fokozhatja, de valójában egy olyan belső hajlam, érzelmi hiányok, esetleg a személyes kapcsolatai konfliktusosak, vagy hiányosak, magányosnak érzi magát, ugye nem tudja kezelni a stresszt máshogy. Tehát, hogy van egy olyan belső hajlam, vagy nagyon szorongó típus, nagyon önbizalomhiányos, ami hajlam ebből az irányba, akkor elkezd egy picit így úgymond beteljesedni a megnyugvás, meg a jó érzések felé. És például, hogyha valakinél nem jól sikerül ezt a esetleg kényszeres vásárlást kezelni, akkor tünetváltás előfordulhat. Tehát ha nem a belső lelki oldalát, tehát esetleg azt kifelejtjük, és úgy marad a belső késztetése, ami ezt ugye előhozta, akkor tünetváltás is előfordulhat. Tehát lehet, hogy mondjuk nem vásárlásban, hanem más egyéb ilyen muszáj megtennem érzetű cselekedetekben fog oldódni ez a nézés. Úgyhogy önmagában az üzleteket és a reklámokat egyébként nem okolhatjuk esetleg a kényszeres vásárlás, vagy a vásárlás függés kialakulása miatt. Tehát azért rátesznek, és fokozzák. Tehát ugye mondják, hogy az alkalom szüli ezeket a helyzeteket, mert hiszen adrenalin bombával látja el azt, aki esetleg mételődik, de hogy ez egy fontos dolog szerintem, hogy mindig a belső állapotból kell kiindulni, és hogy a tünetváltásnak a fogalma az létezik. Egyébként egy ilyen kognitív viselkedés terápiás szemléletben azt is lehet mondani, hogy a megoldás egyrészt lehet az, hogy megtanulja a vágyainkat késleltetni, visszafogni. Akkor is, hogyha már mondjuk a lehetőségek engednék, de mondjuk magunkat megpróbálni erősíteni abban, hogy oké, én szeretnék bizonyos dolgokat, na most tényleg mérlegelem a következményt, hogy ez mennyire lesz komoly, belefér-e vagy nem, utána hogy fogom magam érezni, tényleg szükségem van-e arra a bizonyos dologra, vagy már itt áll belőle 5 darab,
Tehát ez az egyik oldala, hogy ezzel lehet segíteni. A másik pedig az ilyen lelki, érzelmi rész, hogy az önismeretet fejlesztjük, hogy a probléma és stresszkezelést fejlesztjük, hogyan tudja az érzelmeket feldolgozni. Mert láttam például olyat, hogy valakit munkahelyi stressz ért, és szaladt azonnal vásárolni ruhákat magának. És az a vezette le a feszültségét. Így van, igen. Ja, tehát nem elég fejben tudni, hogy mit meg hogy kéne, hanem az érzelmi megélések is ugye sodornak. Aha, na hát ez egy jó összetett dolog egyébként, biztos vagyok benne, hogy órákig tudnánk erről beszélni. Sajnos az időnk itt most a reggelben kevés, de hát nagyon köszönjük, mert látom, hogy azért te is villanyozott szemmel beszélsz erről, mert lehet miről. Erről csak így lehet. Szerintem, ha már valamiről beszél az ember, arról úgy kell, vagy csak úgy érdemes beszélni, ha tényleg érdekes, és fontosnak tartjuk. Hát nagyon köszönjük a segítségedet, tényleg, és szuper napot kívánunk neked. Köszönöm, viszont kívánom neked. Köszönjük szépen, szia. Napot, szia. Na hát Csizmadi a Dóra Dalma, őt hallottuk, pszichológust, arról beszélgettünk, hogy mi áll a mögött, a jelenség mögött, hogy mindenképpen vásárolni akarunk. Forráskafé, hogy jól induljon a nap, akik a vidám ébredést garantálják, Fenyvesi Zoltán és I.S. Roland. 3:49 után egy perccel vagyunk, és itt a nagy vásárlási lázban benne vagyunk. Ugye Csizmadi a Dórát hallottuk nemrégiben, aki nagyon hosszan szépen kifejtette, hogy mi is áll a dolog mögött, amikor nagyon vásárolni akarunk. És hát kérlek szépen, vannak trükkök, ugye egy-kettőt már előttünk mi is, te említetted ezt a csokis szisztémát, hogy különböző centekkel mahináltak, és akkor a végeredmény az jött ki, hogy mindegy, hogy mi csak olcsó legyen, vagy ingyen. Mert akkor viszik el, ugye tök mindegy, hogy milyen csokiról van szó. És Tom segített nekünk abban, mert hogy ő egyébként ebben dolgozik, tehát ismeri ezeket a trükköket, azt írja, hogy a marketing nagyon-nagyon jól működnek. Vannak olyan marketek, ahol színes égőkkel világítják meg a zöldségeket és a gyümölcsöket, hogy szebb színűek legyenek. Kérlek szépen, pirosak és zöldek vannak, gondolom én. Illetve a kasszához pedig olyan termékeket tesznek, amiért a gyerekek tudnak majd nyavajogni, amíg anyasorban áll. Ez, igen, ez már nekem is feltűnt, úgyhogy ez tök jó, hogy írtad Tom, mert aktív kisgyerekes szülőként észrevettem. De egyébként így a kasszánál elhelyezett termékekkel kapcsolatban még azért írt egy-két dolgot, azt írja, hogy a csokit is ide sorolhatjuk, igen, na, szóval, hogy arra bazíroznak az áruházak, egyrészt a kiárat közelségére, a mindjárt végeérzetre, a vásárló fáradtságára, kiürülésére alapozzák a stratégiát, többek között ezért sok a pénztárnál a frissítő jellegű termék, ilyen ugye a rágó, az energiaital, de akár a csokit is ide sorolhatjuk, ezek megvételét a dobogy fel és frissülj fel kezdetű mondatok még inkább sugalják. Tehát azzal, hogy elfáradsz, baromi nagy kihívásnak tetted ki magadat azzal, hogy mondjuk végig trappoltál az egész bevásárlóközponton, és a végén már a kasszánál, amikor egyébként is fájdalmas életérzésért, mert hogy pénzt kell kiadni a kezedből, és még sorban is kell hozzá állj, azt próbálják egy kicsit csillapítani, vagy kárpótolni azzal, hogy egy csomó-csomó édességet meg frissítőt kiraknak oda, amik így is meg fogsz vásárolni. És van még egy trükk, amit írt, ez is nagyon elgondolkodtató, azt írja, hogy a mindennapi termékeket, például a kenyér, tej, stb. Az üzlet végébe teszik, ez biztos megfigyeltette is. Tényleg így van, igen. A tej, ugye az mind meg az ilyen tejtermékek, az ott van a végében. Hogy végig menj az üzleten, ugye? Hogy oda és visszamész, megláss ezt, azt és vásárolj. Az ajándékcsomagok egyben pedig nem olcsóbbak, mintha külön vetted volna meg ugyanazokat a termékeket. Ilyen például a karácsonyi illatszercsomagok. Meg vannak ezek a beragadt termékek, állítólag beragadtak, amiket ugye mondjuk rögtön a bejárat után látsz, nagy kipakolva, és akkor szétakciózva. Igen. Hogy akkor ezeket vedd meg. De várjál egyébként, nekem a kedvence, amikor nem is akció, csak sárgával, vagy más színnel ki van írva. Ki van emelve. Ki van emelve az ára, de egyébként az egy normál ár, csak mert valamiért másképp van ugye feltüntetve, lehet, hogy sokan azt hiszik, hogy akkor ez most esetleg olcsóbb, és akkor veszek belőle. És akkor azt mondom, más színű, nem fehérrel van, hanem sárgával, igen, ami beragadt a cégnek, azt az ajtóba teszik, mint akció. Pedig nem, az csak sokat rendeltek, vagy épp nem úgy forog az a termék, ilyenkor akkor ezt ki lehet cselezni azzal, hogy akkor egy nagy kosárba akkor beleszórjuk az egészet. Wow! Hát Tom, köszönjük szépen, de rengeteg ilyen csel van, tényleg azért ügyeljünk egy picikét erre, jó? És írjatok nekünk, hogyha van ebben kapcsolatban is tapasztalatotok, 0629789985, sőt, küldhettek még Rolandnak mindenféle mulatós. Mert hogy ezen a vonaton megyünk tovább, a mulatós vonat tovább robok. A következő órában ráadásul már hárman leszünk, hiszen jön az édes hármas, úgyhogy Andi is csatlakozik majd hozzánk. Forrás Rádió, Roland és Zoli, jó reggelt! Ja.
Sziasztok, Réthátiné vagyok. Tegnap betelefonáltam, hogy elveszítettem a rendszámtáblámat, de hál' Istennek megtalálták, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a segítségeteket. Szuper, ez az LSD 354, így ugye? Így van, igen. Jól van, örülünk. Megtalált, köszönöm. Tartozok valamivel? Dehogy is, hallgass minket továbbra is. Az állandóan azt teszem. Nagyon szuper. Köszönöm. Szép napot. Sziasztok. Na hát akkor nem csak halucináltuk a problémát. Ami viszont nem csalás, nem ámítás, és tényleg nem szemfényvesztés, az az, hogy van nekünk egy játékunk, Like Vadász címmel, úgyhogy potyoghatnak a lájkok. Gyakorlatilag ez egy szavazás, egyébként volt már hasonlóra példa, péntekenként ezek után is szavazni lehet ügyesen Bálint Lackónál a délutáni csúcsban, és nagyon aktuális egyébként a mostani kérdés. Arra várjuk a szavazataitokat, hogyha mindennek vége, akkor melyik lenne az az első dolog, amire mindenképpen vágynátok, az utazásra vagy a fesztiválra? Kettő közül lehet választani. Lenne, hogy az Ölvedi Réka lesz délután, de mindegy. Hát a Bálint Lackónál van egyébként a délutáni csúcsözővé, csak most éppen nincsen Bálint Lackó. Úgyhogy most Réka van. Megint van velünk, Andi! Jó, veszekedjetek nyugodtan, de megvárom. Na, viszont gyerekek, van azért közérdekű info is, mielőtt itt visszaülünk a mulatos vonatra, mert hogy Orbán Viktor nyilatkozott a közszolgálati rádiónak ma reggel is, úgyhogy nagyon fontos információ, május 10-én nyitnak csak ki a középiskolák, és nem lesz szóbeli érettségi, csak írásbeli. Így a vírus helyzet miatt, úgyhogy hát akkor ennyit így tényleg a közérdekű információkról, és akkor Andi, köszöntünk téged is! Kihagyni ez, kisben nagy hiba, bújj be a karomban! Hey! Érzem, hogy a szíved rég mozdul, másod most csak figyeld, estünk lángó, ez mi csak vétel, nem kell szöveg, nem amikor lehet, hogy száj nem teheted, hey! Menj az úton végig együtt velem, s így jutunk az égig, szép lesz minden, egy pillanat az egész órán megáll, nem csillagokig elérsz, sárlálá! Hey! A Roland nem bírja tovább, mert elgurult a gyógyszer. Nem gondoltad volna, hogy ilyenre fogsz érkezni az helyzet. De erre vágytam egyébként. Tehát, hogy... Akkor jó helyen vagy, mert ez a bemelegítő volt csak. Júj. Lesz itt még durvább is. Na. Nagyon durva. Az a helyzet, hogy akkor korán reggel itt szóba jöttek egyébként ezek a kategóriás. Ezek a kifejezetten zsé-kategóriás, nagyon-nagyon mulatos, nagyon vidám dalok. Nagyon jól sikerült, komoly, mély, mondani való, és tartalom már rendelkező dolog. És Roland ennek a megszállottja. Igen, tudom, mert rendszerint szokott ilyen fantasztikus szerzeményeket mutogatni. És tudod mi a hát nem tudom, mennyire ijesztő a helyzet, de úgy tűnik, hogy nem csak Roland van így ezzel a helyzettel, mert hogy rengeteg SMS-t kaptunk. Nagyon-nagyon sok üzenet jött. Tehát olyan szintű üzenet érkezett és áradat, mert hogy akkor megtámadták Rolandot, akkor már rögtön figyelmébe ajánlották ezt, akkor ezt követte az. Egyébként a feldolgozások, mert ez egy haffanan a sláger, de igen, igazi házi buli sláger. Várjál, mutatunk, van itt még feldolgozás. Hogy gyerekek, nem fogyunk mi ki ebből. Hibátlan feldolgozások vannak még ezen kívül is. Figyelj csak, mutatunk, ezt hallgass. Mekkora sláger? Hol van a hősöm? Igen. Bunny the hero. Na, de, hát gyerekek, Andi, várjál, ma magyarul mondja, mert magyarul is volt egy feldolgozás. Ez a Shrekben. A Shrekben lehet. Igen, a második részben. Bunny the hero. Igen. Sokkal autentikusabb, gyerekek. Köszönjük Flóriának, ezt ajánlotta egyébként a figyelmünkbe. Hibátlan, hibátlan. Hát, elbújhat a fenébe, gyerekek. Hibátlan, de mi ez, novári nyelven van, nem? Igen. Zseniális. És egyébként a Laci és zenekara. Laci úgy néz ki, mint Diego Maradona, csak hosszú hallja. Melyikben találtad egyébként? Melyik videoklipben találtad a hókuszpókot? Jaj, na várjál, ezt akkor leállítom. És akkor van Andi, elveszítettük Rolandot, kész. Ez nagyon sokkoló lesz. Ez nagyon sokkoló. Ez a holnap hajnalig. Hú, ahogy kezdődik. Hónap hajnal! Mercike Y-nal, és a Szintis bácsi egy az egyben úgy néz ki. Hónap! Hónaj! Három hangon belül maradt, szigorúan. Kicsit zártan fogalmaz, nem? És hókuszpóknak néz ki a Szintis bácsi, a kongás gyerek meg alig éri fel a konga tetejét, meg olyan, mint Maradona. Tényleg ő is. De nincs az az autotune.
ami ezt meg tudná szerelni, ezt a hangot. Szóval ez van, gyerekek, ilyenek vannak. Ilyeneket kapunk. Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük. Egyszerűen zseniális. Ezt is úgy kaptuk, úgyhogy tényleg köszönjük szépen, mert ezt meg Anikótól. Írt fel a listádra. Van még, tehát maradunk még ezen a vonalon, úgyhogy nincsen itt vége. De egyébként hogy állsz ezekhez? Mi pont abból indultunk ki, hogy amikor így agyatlanul már a nap végére leülsz a tévé elé, és akkor így elkezdesz zongorázni, és mind az összes csatorna végén, és megállsz, tudod, egy-egy ilyen nagyon mulatos dalnál, vagy egyvelegnél. És akkor élvezed, hogy fáj, és akkor még ütöd magad egy kicsikét, így ostorozod. Soha! Ott maradni. Hát a Roland, igen, amikor a Roland küldözget ilyeneket, vagy mutogat ilyeneket, akkor egy pillanatra lesokkolódom. Nem csak engem él le. Nem, mindenkit. Mit csinálsz ilyenkor? Tehát megtalálsz egy ilyen szemetet, és akkor végig küldöd az összes kollégának? Hát akiről tudom, hogy megnyitja. Úgyhogy nektek. Na, küldjétek. Jó, 0620 978 978. Ebben az órában már édes hármas van, azért, mert Andi is itt van velünk. Folytatjuk a kávét. Jó lesne hetente egyszer hármasban. Bírnád 60 percig? Mi igen. Induljon egy óra, amiben végre egy nő is megmondja a magáét. A Forrás Café mikrofonjánál Fenyvesi Zoltán és Illyés Roland mellett. Hittaller Andrea. Ez volt a Rise Up. Hát erre is lehet mulatni. Na de hát van, hogy amire jobban lehet mulatni. De tényleg én is azt néztem, hogy már a kezét, mátolja a poti, csak a kezemet figyeld. Igen, ilyen vagyok. Diti Lavúr és a Like dal. Sok üzenet, komment tegyek, szívektől pirosak a smiley szemek. Mik? Pirosak a smiley szemek. Jó hallottam akkor. Lájkok a Facebookon. Kérek egy lájkot. Egyébként teljesen aktuál. Egyébként heleget iszol, akkor még lehet rá bújni. Figyelj, ezzel a szöveggel tényleg mindenki tud azonosulni. Gyerekek, a lájkvadász játékunknak lehet ez a himnusza, nem? Na, szóljuk a palackból, hogy minket tetszik neki tényleg. Didi Lamour. Szignál, minek? Bejátszuk csak ezt, és akkor jöhetnek a lájkok. Figyelj, egy live-tól. Nem hall be még a barátnőt, csak nyugodtan jöhet a klikkelés. Na várjál, mert van itt még, amit ajánlottak a figyelmünkbe. Például itt van nekünk Mentős Laci. Mentős Laci, az én nevem. Azt hitted, hogy csak az aláírása Mentős Laci. Megmentem az életem. Mi ez jó? Reggel délben akár esem. Mi ez jó? Elviszem én. Jóból is megállt a sok. Köszönjük. Várjál, van itt még. Egyébként várjál, mert egy üzenet érkezett, és Mentős Laci, ezt meg volt győződve, hogy Mentős Laci írta alá. Tehát, hogy mondom, figyelj, ne viccelj már, hát ez lehetne művésznév is. És kiderült, hogy ez egy művésznév. Várjál, mert akkor ebből kiindulva én lehetnék a Futós Zoli. Te mi lehetnél? Kajás Roli? Vagy Roli Y. Roland. Vagy várjál, még könyvmoly Andi. Ande-e, kettő elvel a végén. Igen, mindenképpen. De nem, a könyvmaj az nem túl komoly kifejezés. Igen, az szerintem nem jó. Nem mulatos. Mit van még? Na, akkor állj előre. Most többet nem. Tehát, hogy ennyit készítettem csak be gyerekeknek, meg mulatos Miki. DJ Miki egyébként. Valamelyik nap mutattam nektek egyébként DJ Mikit. Kinek? Nekem biztos. Na jó, vagy akkor ezt viszont még nem usszátok. Jött még egyébként egy ilyen tippe ezzel kapcsolatban, hogy Jó Laci Betyár, és én a Jó Laci Betyárral én azért mulattam. Jó Laci Betyár nagyon veszélyes ember, hozza magával mindig azt a kis butykosát, tele jó gönci pálinkával, jó gönci barackkal. Egyébként egy fesztiválon mulattam vele, és képzeljétek el, hát na most ebben a vírusos időszakban ez mondjuk elképzelhetetlen, de az a pálinkás butykos az járt kézről kézre. Hát én már nem akartam beleinni. Nem csak azért, mert pálinka volt benne, és én azt annyira nem szeretem, hanem hát hány szájon ment. Szereted a pálinkát? Tehát van saját pálinkád azt is. Azt szeretem. Azért már saját. Akármilyen rossz megiszom, mert saját. Bonjour. Ja, értem. Jó, de gyerek. Csináltál saját pálinkát, és nem hoztál. Roland, megjuttam. Van még Jugi. Ilyen mulatóshoz abban is kell. De ez klasszik. Mi ez? Ez nincs meg. Jönnek majd a csajok. Tényleg, ez egy nagy klasszik, ne viccelj. Csodálkozom, hogy Pixa nem csapott le rá. Autotyúgyilkos a srác. Úristen, jó, én kifáradtam. Ki most jön repre. Armani Gucci, Armani Gucci. Figyelj, a bevásárláshoz még teljes.
különösen jól is illik ez. A mai témánk ez volt. A vásárlással foglalkoztunk. Roland, én elfáradtam. Hagyjál engem. De tényleg, mert ez fog egész nap a fejembe menni. Úristen, tudod, van ez a hangragadás, és az a baj, hogyha ez beragad. Képes vagyok én ilyenkor, nem szoktam fülhallgatót vinni magammal a futásokhoz, és képes vagyok egyetlen egy dallammal körbefutni nagyon sok kilométert. És ha Roland, ha a legközelebbi futásomon egy ilyen szenny fog végig kísérni 10 kilométeren keresztül, tuti leverem rajtad. Legalább rám gondolsz, látod közben, egy akkor elérem. Andira, mindjárt ki fogjuk deríteni, hogy mennyire introvertált vagy, jó? Mert hogy állítólag te az vagy, de hogy mennyire vagy introvertált, pár kérdést majd fölteszünk neked. Jó, lesz szíves majd akkor válaszolni. Jó, kíváncsi vagyok. Okay. Majd ha akarok válaszolni. Kicsit akkor játszunk Andival. Hát ilyen mulatos zenét még bátran küldhettek. Lehet, hogy nem adásba, de egy pillanatban szívesen meghallgatom. Kezd vidáman a napot! Ez a Café, a Forrás Rádió ébresztő műsora. 3 perccel járunk 9:30 előtt, és köszönjük szépen a további ajánlókat így. De most már nem fogjuk meghallgatni. Nyugi, ne esetek kétségbe. Gyémánt Valentin és Éder Gabi. Még őket ajánlottak. Hát szigorúan, igen, Petra őket ajánlja nekünk, de most már nem akarom itt kínozni a srácokat. Nagyon köszönöm, hogy imádom a hallgatókat, egyébként nagyon-nagyon aktívak. A mai nap úgy tűnik, hogy ez a téma, ez nagyon beütött, és nagyon szeretnek mulatni akkor a kedves hallgatóink is. Na, Andi, fókuszálunk rád. Leszel-e kedves válaszolni pár nagyon-nagyon-nagyon visszafogott kérdésre? Leszek. Amely leginkább arra vonatkozik majd, hogy akkor milyen típusú személyiség vagy. Mit nevezzenek el rólad inkább? Stadiont vagy egy iskolát? Stadiont. Komolyan? Igen. Hát a kis ujjam rátettem volna, hogy ez is iskolát. Hitler Andrea a stadion. Szerintem egyébként ez tök jó. Jó. Mi lenne jobb neked? Itt most ki fogok mondani pár terméket is. Ingyen Apple termékek, vagy ingyen Wi-Fi bármerre mész? Hú. Na, ez egy az? Jó kérdés. Ingyen Apple termékek. Azt választanád? Az almás termékek? Tényleg? Igen. Azt hiszem, az ingyen wifi-t fogod. Hát igen, mert tök mindegy, hogy milyen készüléked van, akkor, hogyha bármerre mész, akkor fognád. Na mindegy, bejelöltem most már. Mi kéne jobban neked? Egy saját sziget, vagy egy saját repülő? Egy saját repülő. Még a végén kiderül, hogy nem vagyok introvert. Még a végén kiderül, hogy egyáltalán nem vagy az. Mi lennél inkább a kedvenc celebed legjobb barátja egy életen át, vagy 2 évig a kedvenc celebed szerelmes párja? Hát a második. Szerintem a fejében meg is jelent a kép. Kinek a kép jelent? Ryan Gosling. De miért baráti szexről nem hallottál még? De hallottam. Barátság de... extrákkal olyan nem is volt, ugye Tim Berlick. De nem az volt a kérdés. Nem az volt a kérdés. Na, meg ott van még a Tom Hardy, nem? Azért annak is ez 2 évig. Lennék, igen. Igen, de azért is szeretem őt annyira, amúgy, mert nagyon kutyabarát, úgyhogy... Naptak, Andit le lehet venni a lábáról ezzel. Mi kéne ingyen? 25 évre elég benzin, vagy pedig az álomautód? Államautó megvan már egyébként, csak szóval. Ott a Szejcsi. Édesem. Álomautó. Álomautó, bejelöljük, jó. Van még egy pár kérdés. Milyen életet szeretnél inkább? Híres és gazdag életet, vagy pedig Harry Potter világában élni? Harry Potter világában. Hát ez, tudtuk, ez egyértelmű volt. Szinte meg se kellett volna kérdezni. Andi jó, ne. Jó, milyen... De jó, jól áll neki ez a név. Jól áll neki ez a név. Milyen képességet szeretnél inkább? A gondolatolvasás képességét, vagy a jövőbelátásét? Hát, nincs meg a gondolatolvasás, mert nem látom a gondolataidat. Nem tudom, hogy akarom-e mások gondolatait, úgyhogy szerintem a jövőbelátás. De miért, ha meg jövőbe látsz, és tudod, hogy valami rossz fog történni, akkor meg ott paráznál folyamatosan, nem? Nem, igen. De azon tudok változtatni. Ja, értem. Másoknak a gondolataim meg annyira nem, hogy nagyon veszélyes dolgok lehetnek szerintem egyébként is. Emberek fejében, igen. Úgyhogy nem biztos, hogy meg egyéb más dolgok is, igen. Szerintem elég elmebeteg. Jó, mit tennél inkább? Folytatnád a jelenlegi életedet, vagy pedig újra kezdenéd az életedet? Folytatnád, meg vagy elégedve. Nem akarok újra kezdeni semmit. Jó. Elég volt. Kalkulating results. Na figyelj, ki kalkulálta neked? Inkább extrovertált vagy? Oh. Még a tessék, kiderült. Nem is vagy te olyan introvertált. A válaszaid alapján inkább extrovertált, vagy kifelé forduló, kommunikatív. Most azért
hangsítsuk ki, ugye, hogy te fiatalabb korodban nem voltál ennyire csacsogó. Nem, egyébként, hogyha ha egy 10-15, hát inkább 15-20 évvel ezelőtt csinálnánk meg ezt, de csináltuk volna meg ezt a tesztet, akkor inkább az introvertált jött volna ki, az biztos. Még csak most töltötted a 20-at, hát nem is értem meg. Azóta pedig csak a tapasztalatot gyűjtöd. Maradtál 20. Csak pár 20 plusz tapasztalat. Ott ragadtam. Na jó, köszönjük szépen, akkor kiderült rólad, hogy most már azért kezdesz változni. Oké, készülünk majd még hasonlókkal. Folytatjuk egyébként, ez az édes hármas itt a kávéban. Na hát beszélgettünk ugye ma itt a vásárlásról, és akkor elhatároztuk, hogy kifaggatjuk Andit, hogy ő hogy áll a vásárláshoz. Erre azt mondja az előbb, hogy srácok, ma is kellett volna, hogy jöjjön egy csomag, ami jött, megérkezett. Mindig azt tapasztaljuk, hogy ha van csomag, akkor annak az esetleg 90%-ában Andihoz érkezik ez a csomag, mindig rendelsz valamit. Imádsz rendelni dolgokat, nem? Hát sajnos igen. De még könyvek vannak benne, azok általában is. Általában igen, könyveket szoktam rendelni. Most például ruhát várok, igen. Szerintem, ha összejön valakivel, az a futásrác lesz. Hello. Hát nem tudom, mennyire örülnek neki, hogy... Legalább tudja pontosan, hogy milyen tételeket kell majd esetleg rendelnie a későbbiekben, vagy hazahoznia. Mi az, amivel belophatja magát Andi szívébe? Egyébként pont most ma reggel küldte nekem is a képet párom. Megjött a csomag, ő is rendelt magának egy ilyen nagy zubbonyt, vagy nem tudom minek, ilyen hatalmas nagy rózsaszín valamit, tök régóta kinézte magának, és sehol nem talált olyat, és akkor most feldobta a gép, nyilván tök véletlenül. Tök véletlenül rózsaszín zubbony. Teljesen. Aha, ilyen nagy mellény, tudod, ami egy a kb. A térdéig ér. Ja, és ez nincsen újja, igen, tehát ilyen mellény jellegű, és van egy kapuszni is rajta, és annyira világít, érted, messziről, és annyira vágyott rá, és most végül sikerült, nagyon boldog. De ez boldogság, nem? Tehát amikor megjön egy csomagod, és így fölbontod. Hát persze, igen, én is azért szoktam rendelni, hogy... Hogy boldog legyek, magad. Igen. Legalább én boldogát tegyem magam. Most, hogy rágondol, most is boldog. Igen, alig várom, hogy kinyissam, ha jött, de hát nem akkor tudom, hogy jött. Nálad a bizalom már megvan az internetes vásárlással kapcsolatban. Nem volt még olyan, nem, hogy így nagyon félre nyúltál volna, vagy így... Már, hogy rossz volt a rendelésem, arra gondolsz, mondjuk vagy konkrétan hogy nem jött le akartak nyúlni, mert ellopták az adataim. Volt ilyen? Mert ellopták az adataim. Egyszer volt olyan, hogy akartak vásárolni a kártyámmal, de hát nem volt rajta pénz, úgyhogy... Ja, hát így akkor nehéz lesz. Mert az összeset elköltött a csomagvásárra, minden csomagrendelésre. Igen. Manapság azért ennek elég nagy forgataga van, mert hogy ennek a világát éljük, hogy mindent kiszállítanak, most már ugye a nagyobb bevásárló élelmiszer bevásárló központokból is házhoz hoznak, de egyébként még Budapest körzetéből is. Tehát, hogy nyilván egyfajta komoly logisztika kialakult, mert manapság az van, hogyha nem muszak, nem menje be a boltba, hogyha a bolt is házhoz tud jönni. Olyat csináltatok már élelmiszerrel kapcsolatban? Nem. Hogy mit? Házhoz rendelés? Hát, nem, online rendelt, szoktunk néha úgy, de akkor úgy, hogy ott vesszük át a bolt. A bolt alatt, hogy konkrétan az egyik ilyen hipermarketnél van, ilyen összekészítik, igen, és akkor ott átveszed. Azt ott szembesülsz azzal, hogy hát bocsika, ez se volt, akkor vetettünk ezt, de csak egy pár termék szokott így lenni. Pont ezért nem csinálom ezt, mert ez a ne ő választa már ki, hogy én mit akarok. Mondom, ezt az verbálisan felpofozott szerencsét. Nem legyen az, amit én akarok. Visszaadom a csomagot. Semmi erőszak. Egyébként nagyon jól működik, nagyon hatásos, amit többször kipróbáltuk, és többször nyúltunk ehhez a verzióhoz. És nagyon rugalmasan működik, és most már ilyen kis buttonyos autó jön, egy fagyasztórekesszel, meg egy normál hűtőrekesszel, tehát ha mindent tudsz, még az ilyen hűtős tételeket is, és szerintem roppant kényelmes tud lenni. Nagyjából be tud lőni, hogy melyik időpontban, a nap melyik szakában jöjjön, és szerintem nagyon jól működik, tök kényelmes a dolog. Próbáljátok ki. Pláne a mostani vírushelyzetben egyébként szerintem is, mert hogy nem kell akkor ott az emberek között vergődni 10 négyzetméterenként. Jó, mondjuk igen, egyedül. Az az egy előnye van számomra, hogy nem kell az emberek között vergődni. Az extrovertált. Itt kijön az introvertáltság. Igen, itt azért elbújnál. Jó, igen, hát a vásárlással foglalkoztunk, vannak trükkök, és akkor rengeteg ilyen trükköt kaptunk, képzeld, az egyik kedves hallgatónktól is, aki azt mondja, hogy ő ezzel foglalkozik, és hogy számos olyan van, amit nem veszel észre, de úgy a háttérben működik, ilyen például, hogy a tejek, meg a kenyerek a bolt végében vannak, mert ezekre úgyis szükséged lesz. És addig meg végigmész az egész bolton, és egy csomó minden másnak vásárolsz. De befolyásolható vagy, Andi? Hát, igen. Most jó feliratot meglátod, és így rácupansz. Igen, most belefutottam egy ilyen könyvvásárlás téren egyébként, mert úgy volt, hogy ha rendelsz, akkor kapsz mellé egy ingyen könyvet. És az ingyen, ugye? Az ma ingyen, ez is szóba került. Az ingyen, csak ingyen könyv. És hát amúgy is akartam rendelni ugye egy
egy-két könyvet, és úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor próbáljuk ki, hát ha valami jó könyvet fogok kapni ajándékba. Hát, ez oroszul lettnek tűnik. Igen, ez az olyan, mintha így ránk lenne ír, vagy egyikünk akciós, másikunkat ingyen kapod. De csak azért, mert csomagban lehet továbbadni, tudod, azt legalább, hogy az egyik kell, akkor mindegy, a másik is jön vele együtt. Na, akkor még erről szóta jöttünk, egy perccel járunk egyébként 3:40 előtt, ez a kávé. Forrás kávé. 100% vidámság. 10 óra előtt járunk 10 perccel, úgyhogy lassan a kávé végéhez érünk. Olyannyira elkapta Andit a gépszi, hogy itt már elkezdett keresgélni, de annyira arcpirító dolgokat. Nem merem, mert nagyon arcpirító dolgokat csak keresi. Csak nektek akarom megmutatni. Nem, mintha nem beszéltük volna ilyenekről adásban egyébként. Na, szóval, hogy így rácuppantál ezekre a dolgokra, úgy tűnik, hogy úristen, és itt úristen, de látom, hogy miket akar rendelni, Andi. Nagyon jó. Akkor ezek szerint téged is be tud cip. Megvannak, igen. Ja, mert hogy olyan fantáziarudakról beszélgettünk. Fantáziarudak? Hát gyerekek, 12-es a műsor, nem 18-as. Amiknek fantázia neveket is adnak, tudod? Tehát, hogy különböző állást és pozíciót betöltő úri emberekről mintázott fantáziarudak. Na, szépen itt fogalmaztam. Itt beszéltétek előbb ilyen, hogy teniszedző, hogy az, igen, az jó. Igen. Van ilyen is. Van ilyen milliomos. Is. Milliomos. Van tűzoltó, meg van, nem tudom, mi van még. Ez hogy néz ki? Frenchman. Franciázni is lehet esélyt. Na jó, Andi, amíg kiéli magát. Följön a hét hallgatóját, jó? Szerintem is telefonáljunk, mert van azért nekünk is egy ilyen nyereményünk, azt mondjuk meg lehet enni, azért, mert ugye ez egy pizza. És azt ígérjük ugye minden héten, hogy péntekenként kisorsoljuk a heti aktív hallgató közül ezt a bizonyos finomságot. Egyre durvább dolgokat találsz, Andi. És az ez a baj, még hogy... ugyanaz, csak megmutattam, hogy néz ki. Ja, értem. Különböző funkciójuk van. Hogy van kupakja, és leszeded a kupakját, és akkor az így néz ki. Csekajte, prosím. Váš hovor bude presmerovan. Nem értem, mit mond. Please hold. Your call is being forwarded. Jó, van, call ez is being angolul. Forwarded. Igen. Továbbítva lett az üzenet küldőjének, hogy akkor hívtuk őt. Tehát akkor majd még fogjuk keresni. De egyébként ki ő? Margó. Egyébként ő lett a szerencsés, őt sorsoltuk ki, úgyhogy most már biztos ő lesz. Ő lesz a hét hallgatója, úgyhogy hát ha hallod, Margó, próbáltunk keresni, csak beleszólt ez az úri ember gép hangon. Amit nem értettünk. Ja, úgyhogy ő lett, köszönjük szépen egyébként mindenkinek, nagyon aktív. Nagyon aktívak voltatok, atya ég, ezt el sem hiszem. Látod, Andi, ilyen kell, ilyen házi buli Rolival. Ú, csinálnak egy ilyen műsort. Tényleg. Igen, évi egyszer, jó? Tehát ilyen, ennél sűrűbben nem szeretném ezt, hogy akkor erre érkezzenek a kedves hallgatók, meg Andi is ilyenbe csöppen bele. Hát Andi most másba szeretne vele csöppenni. De, mert az van a monitorodon folyamatosan. Nem, csak keresem nektek az újat. Egyetlen baj van. Keres nekünk? Miért? Csak, hogy meg akartam mutatni, de akkor nem. Totál szívás lesz ez Biusnak, mert az ő gépe egyébként, és innentől kezdve ezeket a hirdetéseket fogja kapni. Hogy magyarázzal a pasiának? Szerintem őt se zavarja. Hát ez nagyon jó. Örömmel veszi az értesítéseket az akciós termékekről. Lesz itt magyarázkodás, kérem szépen. Na, hát mi nem magyarázunk tovább, mert hogy lejárt az időnk, bárhogy nézem, azért így most már a vége felé járunk, úgyhogy Andi, a következő órát rád fogjuk bízni, ahogy szoktuk, jó? Jó, köszönöm szépen. Így tesszük. Gyere vissza, kérlek szépen, a monitorról tüntesd el ezeket a dolgokat. Jó, azt hittem, hogy hozzam vissza. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Hétfőn, akkor találkozunk legközelebb, majd akkor játékunk is lesz, de azt még nem mondjuk el, hogy mi, de akkor is érkezünk majd valami meglepetéssel. Ma reggel is ilyes Hollandot hallottátok. Illetve Fenyvesi Zoltánt ne feledjétek, hogy délután 4 órakor pedig ezúttal Ölvedi Rékánál jön majd a Like Vadász, úgyhogy további szép napot mindenkinek. Szevasztok, Hafandana! Forrás Café. Vidám ébredés minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Akik a jó kedvet garantálják, Fenyvesi Zoltán és I. és Roland.